Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Halló, itt vagyunk. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Pontosan 4:07 van. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, nem esik semmi, gyerekek, legalábbis itt Budapesten nem, ugye mi mindig úgy fogalmazunk, hogy Budapest, aztán nyilván ez mindenhol más, majd mondjátok, hogy mi a helyzet, írjatok, mondjátok, ne Feri, ne örjön, léci, ne kezd el. Én ezt nem bírom. Héttől már igen, csak olyan korán van. Én ott ültem 4 évig, úgyhogy... Tehát egy türelmes gyerek vagy, ugye? Tudod? Ugye, hogy... Milyen jól tűrte? Igen, nem velünk kell beszélni, hanem... De beszéltem tegnap mindenkivel, Jani. Gyulával. És? De nekem is ugyanúgy. Én átkulcsoltam térdeket tegnap, térdre hullottam, és a szám pont olyan magasságban volt, ami arra jó, hogy ezt elmond, hogy sírva kérem, hogy csinálja meg valaki. Igen, hát a hallgatóink nem tudják, nyilván nem tudják, itt egy kis kontakthiba van Ferinek a fülében, és csak azért Jani. Mondom el, mert egyébként hát már szóltunk Ferinek, hogy... folyamatosan, de hát ez igen. Van. Beköltöztek a mennyétek, elrágtak valami. Igen, nem hoznánk be ilyet adásba, csak mivel elkezdte csapkodni a pultot, és ez behallatszik, és mondtuk, hogy ne jöjjünk, így el kell magyaráznunk, hogy te mit csinálsz, és ezért mondom el, hogy egy kicsi kábelhiba, egy egér valószínűleg megrágott ott téged alul, már nem téged, hanem az asztalt, és ezért így eltűnik a mi hangunk, és néha így a félfületben szól csak, majd rácsapsz a pultra, akkor visszajön, mert az egér elmenekül. Ugye? Tehát egy ilyen mozgó állat van ott. Vagy lehet, hogy már csak a tetem van, és ha rácsapok a pultra, akkor rövidre zárja az áramkört, igen. És akkor visszajön. Összecsukodik a szája. Igen. Na jó, hagyjuk is ezt, piha, semmi, hát nem érez az egész. Hidd el, hogy abszolút átérzem, tudom. Igen, csak te lett, tehát hogy te az a nagyszerű személyiség vagy, aki ezt így arrébb rakja. Én meg fölhúzom magam a mentalitásom okán, és elkezdek tombolni. Ütsz, vágsz, mint hodor. Hát nem tudom, hogy hodor, hogy ütött, vágok, de én is úgy ütök, vágok. Igen, jaj gyerekek, na, mi a helyzet? A helyzet hát, egy olyan életszituáció. Igen, amiből általában a pályán gól születik később. Igen, vagy éppen valami történik. Az a helyzet, amikor történik valami. Hát képzeljétek el, tegnap a fantasztikus dolog történt, mert hogy hivatalosan is túlnőtt a lányom. 166 cm lett 12 éves korára. Jézus. Azt a mindenit. Azért az nem gyenge. Tehát egy naponta mértétek, hogy mikor éri utol a fatert? Nem, hát gondoltam, hogy egy picit így az elkerülhetetlent így odázzuk el, úgyhogy nem nagyon mértük. Lehetett rajta látni, hogy előbb-utóbb túl fogja nőni az apját, ami egyfelől nem nagy mutatvány, másfelől meg egy 12 éves kislánytól szerintem egész nagy mutatvány. Az. És hát tegnap ugye volt az iskolában egy kis méricskélés, és hivatalosan is bekövetkezett az, amitől nem tartottam, amire mi nagyon büszke vagyok, hogy 1 centiméterrel már magasabb nálam a lányom. Azért én nem sokszor találkoztam virággal, de körülbelül megvan a kép, hogy hazajött a suliból 4-kor, és így odavágott egy cetlét. Szevasz, fater! Iszonyatosan élvezte. Nagyon tetszett neki. Tehát, hogy természetesen is így lefelé beszélhet, így fizikai értelemben, és ez neki nagyon bejött. Hát fél lesz egy nézeteltérés, hogy valami később, vagy nem tetszik a palia, vagy mindenkor lefeje. Egy finom bolintás, igen. Paf, rátfél az orrodra, kicsit összetöri. Visszakullogsz a szobába, fenékbe rúg még, és azt mondja, apa, bízd rám, ez már a felnőttek dolga. Hallgass! Nem is a szobába kullog, majd visszalem a konyhába, és megcsinálom a vacsoráját. De nem, ennél már csak az lesz a durvább, amikor jön haza, mit tudom én, 18 évesen már valakivel randizik, és akkor kérdezett, hogy mi volt az iskolában, és mondja a Pali, az új Pali, fia, szólj már az öcsédnek, hogy ne. Igen. Szólj már az öcsédnek, hogy ne ugrabugrálj. El az öcsém, az apám, jó, na, mondd már meg az öcsédnek, hogy izé. Tipli van, mehet aludni. Itt felnőttek vannak, olyan dolgokat akarunk csinálni, amit az öcséd még nem láthat, és akkor így elkullogsz, tudod, majd a szobába, hogy jól van, hugicám, vagy nővérkém, vagy de. És kiadott magad a saját lányod öccsének. És ez tök jó egyébként, vagy mentek majd valahova, amikor 20 persze. Éves lesz, és akkor azt mondják, hogy és csak kisfiú mit szeretne. Igen, vagy beszól valaki nekem, és ő megvéd. Igen. Biztos, hogy ilyet már alkoholmentes sört az öcsét. Igen, értem virág, oké, egy mohító. Az öcsét mit akar itt? Miért nincs otthon? Miért nem alszik? Miért nincs ágyban? Semmi gond, de ott azért kérnék egy személy. Nézd a jó oldalát, nincs ezzel baj. Hát, nagyon. Jaj, adja meg a jó Isten, hogy az én lányom ne úgy jöjjön haza soha, hogy 1 centivel magasabb nálam. Hát nálatok egy picit komolyabb mutatvány lenne, mint nálunk, de hát... Az kiszúrás. Szerintem egy nőnek, ha nagyon magas, már olyan nálad is magasabb, az kiszúrás. Tehát egy nő ilyen 1,70, 1,75, 1,80 az oké. Utána már azért kiszúrás, mert nem tud fölvenni egy magas sarkút soha. A legtöbb palia alacsony nála. Jézusom, mi történik a tévéken? Mesztelen nők fekszenek korán reggel a magánnyomozókban. Te jó is, te hátrakötözött kézzel. És
Megakadt a szó, mi? Meg verekednek, verekednek az egyik kereskedelmi csatornám. Szóval, hogy nem tud fölvenni egy magas sarkut, ráadásul az összes palia alacsonyabb lesz, ami átok szerintem egy idő után, nem? Hát, vagy egy 2 méterest kell keresni, az vagy meg nem igen. Sok van, ugye? Vagy kosárlabdázókat kell járni. Egyébként a srácok között, ahogy látom, a mostani 10 évesek azért sokkal jobban meg vannak áldva magassággal, meg jó testfelépítéssel, mint mi annak idején. Én nem tudom, hogy mit tesznek, vagy mi van ezekben a kajákban, amit fogyasztanak, de hát ezek a srácok, ezek komolyan mondom, hogy elképesztőek. De milyen növekedési hormon van a tejben, vagy én mire tudom, gondolsz? Más, de szerintem jobb minőségű kajákat esznek, mint amiket mi ettünk annak idején, és én azt veszem észre, hogy nagyon kevés, vagy egyre kevesebb köztük az alacsony. Hát, hogy ez most kaja vagy genetika, nem tudom. Hát, de mondjuk genetika, nem tudom, de tény, hogy tényleg szép szállegények vannak. De akkor lehet, hogy az átlag magyar magasság, mit tudom én, 20 év múlva 1,90 lesz? Hát, de minden esetre magasabb, mint nálunk. Aha. Volt, mit tudom én, 20-25 évvel ezelőtt. Az biztos. Az biztos. Hm. Csak tényleg a lányoknak az osztályában kiindul. Meg ahogy látom, ugye az iskolai ünnepségeken is ott a 6-os, 7-es, 8-osokat végzik. De nem lehet, hogy mi megyünk össze, és azért érzed már őket magasabb? Mert mi elkezdtünk összemenni. Na, hát azért még. Komoly, hát figyelj, a 20-on akárhány éves korodig nősz. Igen, és utána rögtön össze, mert én 25 éve vagyok 194 centi. Meg kéne mérni újra, hogy egyébként mennyi vagy. Igen? Igen, biztos, hogy már nem vagy 194. Szerintem nem, talán csak görnyedtebb vagyok a járókeret miatt. De, hogy... Igen, szerintem már egy 193 vagy körülbelül. Tehát aztán 45-50 körül már elkezd ugye a csontsűrűség is egy kicsit ugye könnyebb lenni, meg elkezd ezt aztán szépen összemenni. Tehát nem csak 60 vagy 70 év fölött mész össze. Szépen fokozatosan nősz, állsz egy ideig, stagnálsz, és utána elindulsz visszafelé. És meddig megyek? Hát életed végéig csökken, ha csökkensz. Utána már, tehát nincs megállás. Megint 170 persze. Leszek egyszer? Nem, annyi nyilván egy nem. 1,60-nál kiröhöglek. Igen. De végre valakinek én is beszólhatok a magasságom. 1,40-nél zsebre teszlek majd. Hát jó, az furi lenne, egy 50 centit összemennék. Igen, összemennék. Tehát nyilván nem, de hogy egy idő után elindul az összemeneteled. Aha. Ahogy egyébként mindenkinek. Tehát lehet, hogy te is azért érzed magasnak a gimnazistákat, mert mi már nagyon-nagyon alacsonyak vagyunk. De ismerek egy nagyon jó ortopéd cibészt, úgyhogy majd ő ezen segít. Mindig bele tudsz tenni. Mindig szolgárzom ilyen kis izével járkálni. A másik meg képzeljétek el, hogy a másik meg egy dolog, amit köszönök szépen Balázsnak, hogy tegnap felvetett, és ennél fogva én egy kicsit rámentem a történetre, ugye szóba kerültek ezek az avitos régi kis mindenféle számítógépes játékok, amikkel annak idején múlattuk az időt, itt a 80-as évek vége felé. És a többi, hát te ugye a Commodore-t mondtad, én meg egy másik vonalon mozogtam, akkor az Amigán, és hát megint elkezdtem egy picit, hogy utána nézegetni a dolgoknak, és basszus, felejtje meg! Találtam egy olyan oldalt, ahol van fent 450 darab Amigás játék, és letölthető állapotban, és nem kell semmiféle olyan programot szerezni, amivel integrálni kellene ezt. PC-re gyakorlatilag egy-egyben letöltöm, és játszatok el, úgyhogy tegnap egy kicsit Alien Breed-eztem, aki annak idején Amigázott, azt tudja, hogy ez egy nagy-nagy klasszikus, ilyen mászkálos, lövöldözős játék, de volt Worms, volt Wings, volt mindenféle olyan játék, aminek annak idején mi hát én nem is tudom, egy elég sok álmat a nézőket köszönhetünk. Amigáz nem ismerem az Amiga. Nekünk az nem volt. Amiga az egy drága dolog volt. Commodore-unk volt, és Amiga az egy menőbb, jobb, drágább dolog volt. A Commodore-ról egy időben futott egyébként. Igen. Tehát az Amiga is egy a Commodore-hoz köthető fejlesztés volt. De egy menőbb. Egy picivel. Honnan volt neked akkor Amigád? Vagy kinek volt Amiga? Miért nem volt nekem Amigád? Nem is tudom, hogy hova törtünk. Nekünk volt. Igen, az akkor nagyon menő dolog volt. Amigád volt, akinek volt egy Commodore 60, egy oké, jó, floppy is, kazettás, oké, floppy is, az már durva, de Amigád volt. A faterja egy fekete fuvarér elcserélt. Uh-huh. Az menő. Amit kivitt az illel. Egy Amiga 2000-esünk volt. Amiga 2000-es? Uh-huh. Az jó. Nekünk is volt Amigánk, anyám mindig mondta, amíg a cipő, de el nem kopik, addig rohangálja az udvaron, aztán mezítlám, ha még a disznókat meg nem etetted, nem mész sehova. Ez jó. amíg a tyúkok nem feküdtek le hajnalig, addig te ott maradsz a tyúkolba. Igen, szóval, hogy az... És játszottál tegnap sokat? Egy picit azért adtam meg. Helyes. Tudod, de finoman kellett csinálni, mert ugye a család már aludt, és tudod, az Enter gombnak a... Ja persze, hát nincs joystick meg ilyenek, hanem csak a gépen tudod irányítani. Tudod, érted, ha jöttek azokat a téli ilyenek, írtani kell őket rettenetesen. Az jó, az rá lehet fűzni, csak rá fogsz most kattanni, aztán nem, most nincs. Nem, most nagyon vigyázok, hogy azért ne esek át a ló túlsó oldalára, de érdekes volt így látni ezeket a régi játékokat újra. Én egyetlen egy játékra csavarodtam rá életem folyamán, az valami Clayman, így hívták a főszereplőt, ez egy ilyen animációs figura volt, de imádtam.
gyurma figura volt, Clayman, ez volt a neve, és különböző feladatokat kellett megoldanod, és nagyon sok szobán kellett keresztül menni marha jó zenével. Ez volt az, amire egyszer rácsavarodtam, de amit te mondasz most, én nem tudtam megállni. Én éjszakákat ültem a számítógép előtt. Már ez már a fővárosban volt, ott akkor volt az albérletben egy számítógép. Ott már volt áram. Ott már volt áram, tehát nagy csodák voltak, és ilyen teljesen be tud hűlni ebbe a számítógépes játékba. De ez PC volt már? Ez már PC volt. Ez már egy komolyabb történet volt. És nagyon jó, úgy csinálták meg, hogy ténylegesen megcsinálták ezt a gyurma figurát, aki ment ilyen hülye kézmozgással, és különböző dolgokat kellett megcsinálni, hogy ki tud jutni a szobából. És agyaltál rajta. Volt olyan szoba, amit ketten csináltunk meg, azt hiszem 6 óra alatt. Pedig csak 2 izét kellett meghúzni, csak nem jó sorrendben csináltuk. És teljesen rácsavarodsz. Tehát, hogy tényleg létezik ez a betegség, hogy számítógépes játék. Én soha nem szerettem az agyas játékokat, amiben agyalni kellett. Mert, csak a vér! Turiken, tekken, érted, lőni, vagy ütni, rugni. Ne ezt imádtam. Én is volt idő, mikor sokat PC-ztem, én Diablo-ztam. De jó. A Diablo az nagy klasszikus, az egy kalandjáték tulajdonképpen. Különböző karaktereket választhatsz, mint a Barbarian, meg a Necromancer, meg a mit tudom én. Kiválasztod a karaktert, és hosszú éjszakákon keresztül mész végig pályákon, és ölsz, ügyességet szerzel, fegyvereket szerzel, szolgákat, akik jönnek veled, és nyilaznak helyetted, segédeket. És hát a végére el kell jutnod Diablohoz, a főszörnyhöz. De Diablot nem könnyű megölni. Aha, de megölted. Megölöd, és utána egy nehezített pályán újra kezded az egészet. Mert utána ugyanaz a pálya jön, csak már nehezebben halnak meg a szörnyek. Még több dolgot tudsz felfedezni, még több ügyességre tudsz szert tenni. Hát az hónapokig játszhatod egyébként. És aztán átmész egy másik karakterre. Az meg aztán tud varázsolni, fagyasztani. Szóval hát az csodás volt. És ez is olyan játék, hogy tudsz venni dolgokat készpénzért? Mert most olvastam, mert nyilván kicsit későn értem hozzám a híd, hogy van egy csomó olyan játék, amiből nagyon sok milliót lehet ám összeszedni, és nagyon sokat lehet elkölteni. Van, persze, ezek a különböző ilyen, igen. Ahol tudsz karaktert venni, és hogy a gyerekek rácsavarodnak erre a dologra, és apu anyu bankkártyája bánja a történetet, hogy veszel ilyen magadnak kész karaktert, meg veszel magadnak új életet pénzért. Vannak ilyen negatív vonatkozása is a dolognak, de azért például ne felejtsük el, hogy annak idején nagyon sokan így tanultak meg angolul. Tehát az autodidakta angol nyelvtanulásban rengeteget segítettek, főleg az ilyen stratégiai játékok, mint amelyeket Balázs is szeretett annak idején, mert itt azért fordítani kellett kőkeményen. Magyar nyelvű leírások nem nagyon voltak, nagyon sok volt benne a párbeszéd. Ezeket azért fordítgat kellett az ember, én nem, mert mondom, én turikeneztem. Érted? Nagyon szép. Bocsánat. Ja, éjszakákat játszol át, de ez klasszik függőség, tehát ez hasonló egyébként tényleg, mint a kábítószer, vagy bármikor kifolyik a szemed, és nem tudsz aludni, elvonási tüneteid vannak, nem játszol 3 órát, feszült vagy, és csak akkor vagy nyugodt, ha ülsz a gép előtt. Hát ez... Nagyon igen, kérdés. És találkozol a dílereddel. Egy lemezes, 2 lemezes. Oh! Igen. De ezek régi játékok, aztán most már olyan durvák vannak, hogy azt érzed valóságnak, és a külvilágot nem. Tehát, hogy most már azért ennek még komolyabb függőségi viszonyai vannak, amikor már tényleg az a valóság, ami ott történik, és kevésbé az, ami a hétköznapi életben. És akkor már van ilyen hálózatos játék. Van, hálóban játszol, interneten játszol, például ennek nagyon sok része van. Megismerkedsz persze valakivel az ilyen internetes játékon, aki 8 erővel, irgalmatlan muszlikkal rendelkezik, majd találkozol a valóságban a szürkegérrel. Teljesen tudatosan tartom magam távol már az ilyen típusú függőségtől, mint például a PC, vagy PlayStation, vagy nem PlayStation-be is, hát a FIFA 07, a FIFA 2007-2008. Ez focis játék. Ez focis játék, igen, a boxos játékok, a Need for Speed játékok, szóval hogy az nekem ezekre évek mentek el. És ott a család tényleg. Tehát, hogy volt úgy, hogy leültünk, mit tudom, délután 5 órakor, és hajnali 7 órakor, vagy reggel 7 órakor felálltunk úgy, hogy együnk valamit, és aztán még azért nézzük meg azt a... Igen. És aztán még azért nézzük meg, hogy mit tud a Barcelona játszani az angliai válogatott ellen a FIFA 07-tel. Akik ugye, hát jó a hangalámondás is, mert ugye a faragó mondja, meg a hajtóbé. Most már nem tudom, mi van a 2013-ban, azt már nem játszom. Nagyon jó. Szóval azért a PlayStation is egy nagy kattanás. De van egy nagyon jó logikai játékfelé, az neked való a Fifika, tudom. Fifika. Van egy ilyen kocka, picik, a nagy kockában kis kockák vannak, Freddy Béni képfarajt, és úgy kell tologatni, hogy kijöjjön a Freddy Béni kép, azt próbáld ki. A nagy kockában egy kocka hiányzik, és ott tudod mindig mozgatni. Azt próbáld ki. Ó, de jó. Mi csak játszottuk ezt akkor. Az nagyon jó. Igen, és a betűkből pedig ki kell rakni, hogy ír ma engedj be. Igen. Illetve van egy olyan békám, az nagyon, azt próbált ki, lenyomod, egy kicsit lenyomva marad, és a pakk, így fölpattan. Azt tudom, aztán a rúgósba lehet kapni nálunk. Hát vicces, az ünnep szeptember. És ha nagyon bátor vagyok, a szemmel veszed le. És szemmel vissza is nyomod. És akkor még nem beszéltünk a Nintendo, meg Super Mario, tényleg itt írják többen, szóval, hogy itt vannak komoly
komoly dolgok, amikre nagyon rá lehet csúszni. De jó, hogy ezekkel már nem játszom. Úristen, de jó. De tényleg. Na, drága hallgatóink, hogy vagytok, jó? Jó van. Jó. Ma ne felejtsük el, hogy utolsó gyűrünket adjuk oda. Igen. Ez mikor is fog bekövetkezni? Hány óra magasságában? 9 után. Nagy pillanat lesz valakinek az életében. Az utolsó gyémánygyűrünket. Kettőt már odaadtunk. Brilliáns csiszolású. Bizony. Már odaadtunk, nem volt nemleges válasz. Sajnos. Igen, nem volt nemleges. Igen. Csütörtökön is adhatnánk. Rólit megrendszabályoztuk megint. Talán ma már jó lesz. Úgyhogy odaadjuk majd gyűrűt. Igen, 9 óra után adjuk majd. Úgyhogy 9 óra után még egy szerencsés felhúzhatja a párja kezére. Én remélem, hogy bár a hétfőn a választott is nagyon helyes volt, tegnap kicsit szűkszavú, úgyhogy ma még jó lenne egy ilyen idilli, nagyon helyes, nagyon szép kis történettel lezárni. Na, reméljük, hogy mindenki kiszabadult, ugye Nagykovácsi, Budakeszi, kisebb-nagyobb falvak, Magyarország területe, mindenhol szépen lassan kezdik visszakapcsolni az áramot, mindenhol van már fűtés remélhetőleg. Mindenki felcsatlakozott arra a dologra, amit úgy hívnak, hogy civilizáció, ugye? Mert hát itt sokan lecsatlakoztak róla. Igen, ha valaki szörnyű képeket lehetett látni tegnap este. Nagyon, nagyon kemény volt, igen, néztem én is, gyerekek, megdöbbentő volt, hogy néhány csepp ónos eső egyszerűen ilyen pusztítást csináljon. Én nem is tudom, hogy mikor volt ilyen utoljára, amikor villanyvezetékek dőlnek ki, emberek órákat állnak kenyérért, falvakat, településeket, háborús övezeti nyilvánítanak, és nem tudsz kijönni belőle, nem tudsz belemenni, hogy ilyen csúnyán mondjam, szóval elképesztő. Én rettegtem, tegnap voltam anyámért, úgy kígyósan, ez ugye 500 km oda-vissza, végig esett az eső, és tudod, ez az ónos eső az egy fokon múlik. Tehát igen. Ha egy fokkal melegebb már esik, ha egy fokkal lejjebb van, akkor már hó, de szerencsére megúsztam, úgyhogy arrafelé nem volt semmi, de folyamatosan hallgattam a híreket, és még tegnap is folyamatosan mondta minden rádió, hogy még innen nem lehet kijönni. Nagyon-nagyon sok helyen vannak áram nélkül, víz nélkül, igen, fűtés nélkül, úgyhogy hát ha valaki még bajban van, vagy esetleg elzártan üldögél valahol, és ne adj Isten szólunk, nyugodtan írja nekünk SMS-t, jó, beolvassuk, és akkor oda is megy egészen biztos a katasztrófa védelem, tegnap is sok ilyet beolvastunk. Ákos, hello, jó reggelt, mi a helyzet a MÁV vonalain? 8-10 óra alatt már egy Székesfehérvár Budapest rendeződik? Na, most nem láttam semmi ilyet, úgyhogy reméljük, hogy nincs ezzel gond most reggel. Nyugi van? Na, jól van. Oké, mi a helyzet játékkal? 2-1-re, ja nem lehet, mert ma van szerda, 1-1. Nem, 2-0, de mind a kettőt te hoztad. Tényleg. Egy pontot kell hoznunk ezen a héten, és meg is vagyunk. Egy pontot kell hoznia. Szamaragolok. Igen. Nem, ha nyerünk, akkor az csapatmunka. Ja. Ha veszítünk, az ősara. Jó. Igen, szamaragolok. Neked ma van a névnapod, Feri? Hát fogalmam nincs, megmondom őszintén, állítólag igen, ez a decemberi, ez a hivatalos. De neked van ebben 8 vagy 10. Persze, egy okkal több az ivás. Így is van, nagyon okosan mondod, nagyon szépen el is osztottuk a Ferenceket egy évben, tehát így belátható időn belül tudsz ünnepelni. Szerintem egyszer valaki megmondja, hogy miért van 8 Ferenc, 6 János, 4 István és 1 Balázs. Fontos név, tehát Szent Balázs kevéssé volt jelentős, mint Szent Ferenc. 26 Tamás, 43 István, 26 Ferenc, és egy Istók, meg egy Balázs, meg egy Istók, meg egy Kristóf, meg egy Márk. Miért vannak olyan kevesen? Miért vannak olyan nevek, amiben 26 Mert különleges vagy, jó? És akkor így megnyugszol. Azért van egy, mert különleges vagy. Jó. Messze elfogadom. Mi meg Ferenc, mi meg egész évben ünnepelünk. Tök jó, ezt tetszik, hogy ebből ezt hoztad ki, de egyébként ezt megvettük. Fél hét múlt pontosan 3 perc. Jönnek a legfrissebb hírek Ákostól, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. A Klassz FM-en. 10 perc múlva, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Bello, itt vagyunk. Nézem az SMS-ek, gyerekek, egyelőre nincs olyan nagy baj, legalábbis nem kaptunk arról bármilyen hírt, hogy hát valaki bajban lenne. Ugye mondtuk, hogy ha valakinél még esetleg nincsen áram, nem jutott el hozzá a katasztrófa védelem, bajban van, és esetleg nem tudnak róla, az írjon nekünk. Egészen nyugodtan, de nincs egyelőre hát, ilyen esemény. Lemerült a telefonja. Igen, ugye? Igen, lehet, hogy már nem is tud írni. Reméljük, hogy nem lesz már nagyobb baj. Az mindenképpen jó hír, hogy az elkövetkezendő 2 napban 6-7 fok fölé fog menni a hőmérséklet, legalábbis a portálok szerint, amik ezzel foglalkoznak, és ez azt jelenti, hogy el fog tűnni a jég a fákról. Az jó, az elolvad, de így van. Na, 2-0 jelen pillanatban? Bizony, a csodálatos férfiként küzdötted végig a hét első 2 napját, 2 gyönyörű pontot szereztél, ma bevarod a harmadikat, és nem, most megpihenek, most már játszatok ti egy kicsit. De nem érzed a hullámvasutat, hogy most csak fölfelé megy? Nem. Aha, jó, akkor nem kell játszani. Most eljutottam egy bizonyos pontig, egy kicsit időzöm, élvezem, aztán majd hét elején megyek vissza. Na, megnézzük, döntsön a játékos, jó? Valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra.
Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, szia. Fanny, szia Fanny! Sziasztok, jó reggelt! Fanny, mit csinálsz, hol vagy? Még itt van vagyok, fontos fogok indulni iskolába. Na, helyileg hol van az otthon? Budafokon. Budafok? Na, sokat járok arra. Tegnap tudtatok közlekedni, vagy Budafokon rendben volt minden? Itt minden rendben van, igen. Aha. Igen. Nagykovácsi Buda keszi, azzal keveredott, ott volt egy kis... Hát, Buda, tudod, az Buda, már Buda, nekem Pöstinek az... Vicces. Nem akarom kifizetni a heat pace-t. Vagy az már nincs? Az már nincs. Bát jöhetsz a másik oldalra. Gyere nyugodtan. Fannikám, és mit tanulsz? Hát még gimnazista vagyok. Gimnazista vagy. Aha. Az jó, és utána hova mész majd? Vagy... Hát ez még nem dölt el. Hányadikos vagy? Most 11-es. Ja, 11-es. Az harmadikos. Hát akkor még van időd bőven. Hát az jó. Fanni, kivel szeretnél játszani? Janival. Jaj, de aranyos, hogy köszi szépen. Jól van. Oké, akkor felkészültél, jól játszol? Ügyes vagy? Kész vagy? Hát, ha rá, azt majd most kiderül, mert utoljára körülbelül 5 évesen játszottam, de majd azt most meglátjuk. Még akkor nem lehetett egy erős játék. Ne, akkor mindenkit elvert. Igen. Na jól van. Akkor 3, 2, 1, és tessék. Fanny, 11-es vagy, azt mondtad, ugye? Így van, és képzeld el, Jani. Szeretnél kérdezni ezek szerint? Hát, szeretnék mondani valamit. Ja, a tegnapi vagy a tegnap előtti témához hozzászólva én szinkronúszom. Szinkronúszó vagy? Így van. Na, mesélj már a szépségéről a sportnak. Nyilván vannak szépségei. Te miért választottad? Hát persze. Hát én azért választottam, mert meguntam úszni a hosszokat, és hát nagyon szeretem csinálni. Szeretem a zenét, szeretek mozogni a zenére, szeretem a vizet. Komoly sport vagy inkább cirkusz? Így van, hát komoly is, meg van cirkuszi része is. Melyiket szereted jobban, a sportot vagy a cirkuszt? Hát én mind sportként tűzöm ezt már 12 éve, szóval. Az igen, az igen. Szép volt! Fanny! Ennyi volt? Ennyi. Igen, hát ott volt a Janinál, ez igen. Bedurrantottam ezt az igent, igen. Az igen. Annyira elvarázsoltad. Bizony. Falikában, azt hittem, hogy Jani rákérdez a legfontosabb dologra, a jobb, szép sport, persze, minden. Mi van a férfiakkal, mi van a zacsikkal, mi van a... Én nem tudom, ezzel nem nagyon értek egyet, de ugye? Hát ez van. Na most tegnap kiderült számomra egyébként, hogy már vannak ilyen emberek, akik játsszák vannak, ezt a sportot, fiúk, csak még nem lehet világversenyen indulni, Jézusom. Meg olimpián, de most azt hozta meg a, hogy hívják a szervet, Fina? Fina. A Fina azt hozta meg, hogy most már lehet. És neked is van fiú szinkronúszó társad? Nincs, dehogy is Magyarországon nincsen fiú szinkronúszó, de Amerikában van egy nagyon ügyes. Atyisten, nagyon ügyes Jesse. Nagyon ügyes Jesse-nek hívják, gyerekkorában babázott is, és az anyja beadta szinkronúszónak, nem, az apja beadta szinkronúszónak, igen, ha már nem lehetett balettos. Jó, akkor elkértem volna a számát, és hét után felhívtuk volna, ha van egy magyar ismerősöt, hogy mondja már el nekünk, hogy egy férfi... Nem, sajnos nincsen itthon. Aj, de jó lett volna. Miért megy egy férfi szinkronúszónak? És borotvált a lábuk egyébként? Vagy szőrös? Igen, abszolút. Önöknek Fanny? A férfiak, te láttál férfit, aki leborotvált lábbal szinkronúszik Amerikában? Csak videón, de igen. Videó? Jézus Isten, hát borotválja a lábát egy pasi, de az, hogy szinkronúszó. Ha érdekel, akkor megmondom, hogy mit írjatok be YouTube-ra, és akkor... Na, hát ne, viccelsz, azonnal, hogy hívják, vagy mit írjunk Bill, be? Bill May. Bill? Igen, Bill, mint Kill Bill? Igen. Ha? És ki a másik utána? Bill May. May, igen, aha. Igen. Na figyelj. Jézusom, ott van! Jaj, hogy Isten, ott van! Korábban. Németországban indult Bonnban egy versenyen. Igen, és van női párja is. Jézus Isten, szegény. Vegyes pár. Az mondjuk nem rossz, gyerekek, összesöndörödni a nagymedencében. Én veletek vagyok. Férfi szinkronúszók, hajrá! Feri, nincs arra mentség. Az orrszőrre és a férfi szinkronúzása nincs mentség. De tudod? Nézd meg! Itt a kép gyönyörűen. Oh. Szörnyű. Ez szörnyű. Tehát egy férfi csináljon férfi a sportot. Ez hát férfi elég durva, igen. Ugye, Fanny? Igen. Jól van. Na, visszatérve rád, van egy nagyon-nagyon szép kis ajándékcsomagod, jó? És nagyon ügyes vagy. Kapsz hát, még köszönöm. Egy tapsot. Ügyesen játszottál. Köszönöm. Jó, küldjük neked az ajándékcsomagot. Rendben, köszi. Köszi. Puszi, ciao. Sziasztok. Szia. Hello, hello.
A gyerekek. Jó, hát a hírek alatt megnyitom. Szólóban is van Bill Maj, és van párosban Bill is. Maj. Úr is egy társat is talált magának. Atya is. De hogy jön be a cuki fiú? De mondom arancs. Neked, hogy Bill May és Anna Kozlova. Tehát ők így nyomják a szinkronúzást. És nézd meg, ahogy összesöndörödnek a víz alatt. Legalább van egy jó hír. És az a durva, hogy Bill May jobban terpeszt, mint Anna. Tehát iszonyatosan durván nyomja. Figyelj, úgy ugrik be a gyerekek a csávó a medencébe, hogy belehal. Tehát igen, karuszó van rajta? Nem, előadás van, ahogy ő beugrik. Jézus Isten, na jó, megnézzük majd. 4 percen pontosan 7 óra jönnek a legfrissebb hírek újra. Ákostól várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És még egy kis taps a végére. 7 óra múlt 11 perce, jó reggelt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ezt szeretem, az éneklős is jó, de ez most kicsit más. Nyomkodjuk itt a gombokat össze-vissza, gyerekek, mindent találunk. És milyen kis szerda reggeli nosztalgia feeling, nem? Hogy? Hát kis what is love? Ja, figyelj, az meg a szabad fordításban a szex vajon mi? Igen, abszolút. A Pén énekelt erről, magyarul Hathaway énekelt, Hajdú Péter és Sarka Kata családi jó barátja, karácsonyi ajándéka és családtag. Családtagja tulajdonképpen Hathaway, így van. És hát igen, ő ugyanezt énekelte, hogy a szerelem az vajon mi? Ugye? És ez Pén is elénekelte. Itt van még egy keresztapa, azzal rosszok, gyerek. Tényleg ő már megtanult magyarul? Pén? Nem. Ja. Hát Pén szerintem nem. Benne nem vagyok biztos, én sem 100%-ig, de Hathaway. Hathaway? Hát a fene se tudja. Szerintem nem. Hajdú Hathaway. Milyen írok a Hajdúra egy SMS-t? Tényleg. Megkérdezem, hogy tud-e már magyarul Hathaway? Nem? Hát annyit tartózkodik itt, hogy ez valami hihetetlen. Hát csak így kommunikálhatnak, nem a szépségversenyeken, ahol nyilván díszvendégként ott van 36 óra. Hogy írják a nevét? Haddevéj? Haddavaj. Haddavaj. Igen, Hanovál. Hogy írják? Haddavaj. Tényleg Haddavaj. Azt hittem hűlsz. Haddavaj. Haddavaj. Tud magyarul? A Hajdú, az pedig pontosé. Szia, Peti. Jó, ne udvariaskodjál már, hagyjad, sose szoktad. Csak ennyit tud. Haddavaj, várjál, Haddavaj, Y, lehagytam egyet. És dupla V. Haddavaj. Vaj, tud magyarul, kérdője. Uh-huh. Jó, szia, Peti. Hogy van benne a telefonodban? Gőzgombóc? Ki? Szedvé. Ha, Hajdú. Nevet fel tudod, tehogy is. Számlagyár. Ne, Petit imádom, kedvelem, nagyon jó humora van egyébként. Peti Hathaway, tud magyarul? Na, elküldtem neki. Jó, mindjárt válaszol, ha fönn van. Szóval igen, jó kis what is love, igen. Tényleg mi van a retro napunkkal? 22-ére, 23-ára ígértük, nem? Igen. Aha, igen. Meg is csináljuk. Meg. Tényleg? Azt meg kell. Én már nem leszek, ugye? Igen. Gyerekek, én már sehol nem leszek, mert én már ezt mondom, hogy jó, hogy bevállaltuk ezt a 22-23-at, igen. Nem vállaltuk, vállaltad. Figyeljetek, átküldöm a tracklistát, hogy mit tegyetek majd be. Jó, vagy. Jó, mindenképpen. Figyelj, mi van, hogyha fölmondunk, akkor ő úgyse lesz itt, nem fogja észrevenni, az dalok közé ilyen egymondatok lesznek majd. Hogy nem akarjuk a karácsonyi hangulatot hosszú beszéddel elrontani, gyerekek, és most következzen a 80-as évekből egy világsláger. Feli, Jani, valami, semmi? Jó, akkor jöjjön. Egy kis Brooklyn Bounce, igen. Jó, gyerekek. Akartam közlekedési híreket olvasni, de annyira meg vagyok lepődve, mert hogy sokkal kevesebb van, mint tegnap, és egyszer ezt már nem is tudom hova tenni. Mert hogy tegnap csak kék volt a monitorunk, ugye kékkel jelöljük magunknak azokat a híreket, amiket közlekedési hírek kategóriába sorolunk, egy kis kulisszatitok, és kékkel olvasom aztán ezeket. Illetve a szoftveres összeomlásnak is ez az egyik jele. Így van. Van még egyetlen kék halál? Van. Hát ez a Windowsra volt jellemző, nem? Uh-huh. Ezt a Windows csinálta? Az volt a kék halál, amikor lefagyott a Windows, nem? Én nem szeretem a Windows-t, úgyhogy én nem tudom. Én iOS vagyok. Nem vagytok jobban? Én szerintem az egy béna dolog. Viszonylag elterjedt a bénaság ellenére. Gyerekek, én megkes vagyok, úgyhogy én nem tudom. Hát most bekapcsolom a gépet, elmegyek WC-re, megcsinom a reggelit, följöm anyámat, és még mindig föláll a rendszer, hát ez tök jó, de hogy érted, benyomsz egy másikat, az egy perc múlva már áll. Az én koromban ez meg már... Igen, mekkora kicsi, hogy legalább a gépem hamar áll, igen. Mi a helyzet az M0-ás Nagytarcsa Gödöllő környékén és az M31-esen? Tegnap 4 óra alatt jöttünk haza. Egyelőre költői a kérdést megválaszolni nem tudjuk, de ha valaki megírja, akkor azonnal mondom. 10-es főút Solymári multitól áll. Hogy lehet az, hogy erre a problémára senki nem talál megoldást évek óta? Már csinálják.
Így van, ha mentő lenne, sürgősségi esettel kinek a fejét vennék, hiába a magyar birka nép, fizeti a súlyadót, ilyen-olyan adót, még sincsen semmi ezen az útszakaszon. Na, Joe, mert hogy aláírtad, ugye Joe, jó híreink vannak, lehet, hogy te most jöttél haza, vagy kevesebbet hallgatsz minket, csinálják, és jövőre átadják nektek a 10-es utat. Kicsit az egy ilyen morning show útszakasz is, mert hogy volt némi talán ráhatásunk, vagy pressziónk ebben a dologban. Ott leszünk majd az átadáson, ha meghívnak, ha nem. Úgyhogy csinálják a 10-es utat, készül a körforgalom, szerintem sok-sok 10 000 ember élete oldódik meg. Jövő ilyenkor már siklotok. És a szalagátvágás is te fogod csinálni, ha akarják, ha nem. Bocsánat! Gyerekek. Elnézést, titkár úr, álljon a jép, miniszter úr. Adja ide azt az ollót, bocsánat. Itt már átvágtam. Nagyon jó, hogy jöttek. Igen, bocsánat, igen. Csak fogja az ollót, és abban a pillanatban, hogy a lepel vászik, a szalag vászik, és... Államtitkár úr, mi ezzel nem számoltunk, nem tudjuk, hogy ez a fiatal, de hát ez a Balázs. És ördögszekerezünk és bukfencezünk az úton. Gyerekek, ezen ott kell lenni. Hát meg kell, hogy hívjon a közútkezelő, aki átadja. Hagyjuk már a Mekket. Tényleg, figyeljetek. Telefonáltunk, dolgoztunk vele, promóztuk, beszéltünk róla, sürgettük az építkezést, hát ott a helyünk a 10-es út átadásánál. Hát ez tény. Még mielőtt megköt a beton, vagy az aszfalt, menjünk már ki, azt nyomjunk már bele a lábunkat. Már ti a lábatokat, én meg majd kesztyűbe a kezem. De most komolyan, nyomjuk már bele valamit, vagy írjuk már be. Régebben mindig ez volt, amikor kiskertekben, vagy családi házaknál ugye betonoztak, akkor mindig belerakták, hogy Laci 1982. Aszfalt, nem tudom, lehet karcolni? Hát, lehet simán, menjünk már el, azt nyomjuk már bele. Balázs Feri, Jani. Igen. Na, mondtad, hogy mondani akarsz valamit. Kérlek szépen, az van, hogy az én gyerekeim úszni járnak. Ez jó. Na, ez egy nagyon jó heti kétszer. Hova? Mennek úszodába? A BVSC. Az jó. Nem, egy salakos 400-as futókörben. Azon a tornateremben, akkor palira vettek. Tehát, hogy ne fizessél ki bármit. Hát aggódom. És az történt, hogy tegnap elmentem az ő nagyanyjukért, aki az én édesanyám, és mondtam neki, miután elvégeztük az orvosos teendőinket, hogy mama, akarod-e látni az unokáidat? Máhogy úgy egyébként is. Most először. Igen. Hat év után mondom. Most végre megérdemled. Akkor add ide a nyugdíjat felé. Akkor van egy 5 perces. Mama, akkor, 5 perces láthatásom. És mit érez meg neked? És mondom, ráadásul mama, fie, extrázhatunk is, mert úszás közben látod őket. Tehát nem csak úgy. Hoppá. Mondom, menjünk el a úszodába, nézzük meg, hogy mi a helyzet. És hánytól jártok? Hánytól? Fél héttől fél nyolcig. Kecsütörtök, két napos. Wow. Úszodázás van, és akkor egy órácska ezzel elmegy az életünkből, az övéből. Tudom, jó az, utána már csak egy fürdés és alvás. Hát a rutinos szülő féltő fél nyolc, jó, 8 rágyban van, 9-kor enyém az este. Tudom, ismerem. A legjobb. Ráadásul úgy van, hogy fölülről lehet őket nézni egy ilyen karzatról, és én onnan szoktam a tusfülőt becsorgatni a nagy medencében. Soba, kicsit a hónajadat, kicsit a kukidat, jó, meg vagy, te este már nem kell fürdeni, 8 rágyban vagy, nagyon jó. Sajnos egyébként nem, mert ezek földobódnak. Tehát minden egyes gyerek elfárad az úszás. Tényleg? Kilenc. Hogy érte, földobódnak? Ez nem túl vidám. Miért? Hogy? Felveti őket a víz. Igen, nem süllyednek el. Nem fáradnak el? Nem. Ezek a gyerekek. Nem. Na, nem ez a lényeg, hanem megyünk a mamával, hogy megnézzük az unokákat, és mondom a néninek, a hölgynek, aki szedi ott a belépőjegyet, hogy mondom, a mamával vagyunk ketten, nem látta még az unokákat úszni, hogy bemennénk, és akkor így fölülről megnéznénk őket, de nem fogunk úszni. Mondta, ennek egyik oka az, hogy anyám nem is tud, szegény, de meg nem hozott fürdőgatját. Én meg nem, nálam meg nem volt fürdőnadrág, és mondja a hölgy, hogy 440 forint. Akkor mama nem jön be. Akkor mama majd máskor megnézi a somát. Viccelődsz, de azon kezdte meg gondolkozni, és várjál, miután mondta, kifizettem a 440-et, mondta a hölgy, hogy még venni kell 20 forintért ilyen kék bugyit, hogy hívják rá a cipődre, ezt a kék nálam. Igen, az a kis tappancs, igen. Műtős tappancs, az mondjuk jó. Az 20 forint. A néni sárcipőjére. 20 forint párja, és ami igazán izgalmas benne, hogy te bemész nézni a gyerekeidet, és eszedbe jut, hogy kihagytál valamit, akkor az autódba, kimész, akkor még egyszer befizeted a 220-at. Nem, hát fejenként. Ne. De mi nincs valami jegy, vagy karszalag, vagy? Van egy ilyen szürke órát kapsz, ami... megcsippant, és akkor be tudsz menni a kapun. De hogy azon gondolkoztam, hogy fizetsz természetesen a gyereked után egy ilyen díjat, egy belépő díjat, meg plusz őket tanítják úszni. Tehát az benne van, azt megérted. De az, hogy a nagymama mondjuk megnézze a gyerekét, vagy az unokáját, vagy te megnézd az unokádat, plusz szülőként, az 220 forint. De ez ilyen látogató jegy? Vagy egy rendes belépő? Nem, ezzel nem fürödhetsz, ez nézelődés. Ezeket soha nem.
hogy nem vagyok a sporttípusú ember, csak azokat a plusz kiadásokat, amit így nem érzek jogosnak, azt azért így szóvá teszem, és főleg úgy, hogyha mondjuk egyszer befizetett, kimész valamiért, akkor újra be kell fizetni. Hát ez az alja durva. Az elég alja. Csak mondom, Virág, akkor marad a fekvő támaszozás. Nagyon jó az, mert ha a két gyereket járatjuk, és az anyja vagy az apja például, uh-huh. megyünk vele, akkor te bemehetsz. Tehát a két belépő egybe az benne van. De ha már mind a két szülőbe akar menni, akkor az egyik szülőre rá kell fizetni 2-20-at. Ha majd mama is meg akarja nézni az unokáját. Van valami indoklás, amivel tehát, hogy egy cukormáz, amivel beburkolják ezt a keserű pillanat, hogy mondjuk azt mondja, hogy rá van írva egy támogatójegy, mert nálam az például nagyon sokat nyom alatban. Tehát, hogyha mit tudom én, akár sportrendezvényre megyünk, akár mondjuk egy múzeumba, és az van, hogy mit tudom én támogatója, én szívesen fizetek. Nincs. Idézőjelbe például egy múzeumban, mert azt mondom, hogy ezzel a rendezvényt, illetve magát a kiállítást támogatom. Nem, sportrendezvény, akkor semmi. Egy szürke karszalagot kapsz, és nincs rajta, hogy támogatójegy. Amit egyébként el tudok fogadni, mert nyilván az úszodák is, a sportlétesítmények egy része bajban van. Uh-huh. Tehát tudjuk, hogy van az olyan sportágak, ahol a birkózók például rossz minőségű öltözőben, vagy a kajakkenusok rossz minőségű öltözőben öltöznek. Én ezt megértem, és szívesen adok érte pénzt, csak tényleg legyen az, hogy figyelj, ezzel a 220 forinttal te azt támogatod, hogy meleg víz legyen. Hát szerintem ez nem arról szól, hogy te valamit támogatsz. Ez inkább arról szól, hogy nem menjenek be oda olyanok, akiknek ott nincs dolga, ne üljenek be belegedni, ne menjenek gyerekeket bámulni, ne az legyen, hogy ott valaki úszik, és akkor te fölülsz a karzatra, és délután 2-től este 7-ig ott ülsz, és tök ingyen nézed mondjuk a fürdőruhás nőket, gyerekeket. Tehát egy kvázi tulajdonképpen, ha neked ott dolgod van, akkor fizesd be, de ne az legyen, hogy te ingyen egyébként bemész egy úszodába, fölülsz melegedni. Visszajövetelről beszél szerintem elsősorban a férő, visszajövetelről. Igen, mert a visszajövetelnél fizet, nekem az a nonsens benne, hogy a visszajövetelnél meg igen, vagy menjél ki fürdőruhában, fürdősapkában, és akkor azt hogy oda tartozol. Nem kell ott kajtatni, tessék leülni arra a karzatra, megnézni, hogy gyerek okosan úszik, fürdik, és utána kijön. Nyilván a visszajövetelt értem, tehát az túlzás, de szerintem ez inkább arról szól, hogy ne gyere be oda, ha nincs dolgod. De téged büntetnek azzal, hogy a pedofil mondjuk, akkor mondjuk ki, ne menjen be. Nem, ez egy ilyen minimális szűrő, tudod, ami azért van, hogy ne az legyen, mint amikor a nyugdíjasok beülnek oda melegedni. Aha. És akkor mit tudom, hát, nincs ott dolguk. Most neved magadra, hogy ugye ez a senyed. Mindegy, ez van hátos. Tehát, hogy ne ülj be oda ingyen. De most, ha én mesztelen nőket, vagy bocsánat, fürdőruhás nőket akarok nézegetni, akkor így, ki fizetek? Ott az internet. De ha élőben akarok fürdőruhás nőket nézegetni, akkor kifizetek 220 forintot. Nem biztos, hogy van rá pénzed a játszóházakban, és sokszor azért vezetik be azt, hogy a kisőrő is fizessen, mert nagyon sokan egyébként megdöbbentő, oda járnak melegedni. Nincs a gyereknek dolga, beadnak egy gyereket, és elmegy vele 8 szülő, leül a játszóházba, és egy gyereknek 8 szülője van. És bevonulnak, nem hiszed el, és így vonulnak, nye? Aha. És melegednek. És megy a melegedés. És akkor kitalálták, hogy legyen mondjuk egy jelképes 200-300 forint, hogyha te kísérőként bemész, akkor ezt fizest ki. Nem kvázi effektíve azért, hogy téged levegyenek, hanem hogy megszűrjék azt, hogy ne menjen be oda, amit mindenki melegedni. Aha. És akkor így szűri ki. A kijövetel, visszajövetel, még 2 kiló pofátlan. Uh-huh. Azt adom. Jó, de az első 220-at azt figyelj, az én gyerekemet ne bámulja ott valami pedó, érted? Vagy ha például akkor fizesse meg. Vagy akkor legalább. Például a Rákóczi. Én elviszem úszni a gyerekemet. Nekem ott úszik a kis gyerekem a kis fürdőnadrágban, én bimbóír így vagyok. Engem, ha engem ott te ne nézegessél ingyen. Meg engem se érted. Ja, téged se. Úszkálok, hát tessék megfizetni. Jó, tehát ennek az első 220-at adjuk. Szerintem egyébként nyilván, hogy jogos igen. Vagy nem, az nyilván mindenki máshogy látja, de szerintem ez erről szól. Tehát ez valamilyen szűrő, hogy ne bárki, úszoda, meleg, beülök, jó az ott, nézelődök, hazamegyek. Uh-huh. Szerintem ez erről szól. Nagyon sokan járnak ilyen helyekre egyébként, így mondjuk melegedni. Az egész sztorit nem nagyon értem. Ti nem azért sportoltatjátok a gyereket, hogy ne legyen otthon? Minek mentek oda? Ja, nem örültök neki, hogy nincsen? Ha alig várom, hogy egyedül át tudjanak menni. Mi nem szeretünk a gyerekeinkkel lenni. Egyébként azért nézünk. És van egy másik ilyen sztorim is. Azt is szeretném, hogyha döntést hoznátok. Tehát az úszodás sztorit akkor elfogadtuk. Az jó. Azt akkor adom. Tehát befizetjük ezzel. Mondom a másikat, járnak máshová is. A havi bérletet vásárolsz, amely 8 alkalmas. Október első hetében, csak hogy értsük a feladatot, matek példát, október első hetében nem mentünk, tehát október 8-án vettük meg a bérletet. De ez mi? Ez egy másik szakkör, ahova járunk. Mi, zongorázni járnak, és a hangszert is vinni kell. Mit csinálsz a gyerekekkel? Mi nem játszhatnak otthon ezek a gyerekek? Hát, az apjukkal, hogy játszhat. Úszni viszi, zongorázni viszi, szakszofonozni viszi, hárfázni viszi. Igen, nem hárfázni viszi, hanem a Somajáról organizálni, a Mátyás templomba, és mindig mondják, hogy hozza magával a saját hangszert. Basszus, azért nem tetszik. És viszik. Azért nem tetszik ez a beszélgetés, mert kezdem magam nagyon szarszülőnek érezni. Tehát, hogy kikérem magamnak, hogy az én gyerekem egyébként csak a Covid-túra jár. És akkor a többiről még nem is
is beszéltünk. Komolyan mondom, ki vagyok, milyen szülő vagyok én, hát hazamegyek, mindjárt arcon köpöm magam. Hát nem, majd arcon köpünk. Képzeld el, Jani Balázs a csütörtöki hárfa órán plusz 100 forintot kezdő, viszont a pénteki klarinéton viszont adott. A szombat vasárnapi hittanról még nem is beszéltem. Vasárnap is megcsúsztunk a hittanról, így kellett 100 forint büntetőpénz fizetni, és 8 miattyánkot. Hát na most egy persze, így már sok. Egyébként így ennyi látogatójegy, az már sok. Maradjál otthon, azt nem kerül semmivel. De várjatok, mert elviszitek. És egy szobát kiadtátok, már mert soha nincs otthon a gyerek. Persze, meg se csinál. Most elviszitek a témát más irányba, egyébként erről is lehet. Nem csak olyan rossz, most már komolyan mondom, rossz szülőnek érzem magam. Mi nem megyünk sehova. Na ez a baj. Mi nyolcra rájunk a gyerekére az óviba, mondjuk az óvonőnek oldják meg, küldjék el mindenhova. Járjon a gyerek sok helyre. Alapoz bele a város képbe, még 3 tanfolyamra be kell iratnunk a gyereket. Na mondjad, szóval, hogy... 4 hétre vettünk bérletet október elején. Ez egy másik dolog. Másik. 4 hétre RSG vettünk. Vagy... Nem rózás. De az mi? Szóval... Férfi szinkronúzás. Férfi szinkronúzás. Tehát 4 hétre vettünk bérletet 8 alkalomra. Az azt jelenti, hogy heti 2, ugye? Eddig megvagytok. De tudod, nem hogy október... matekba ráthangolok, azért... vagy ráthallgatok. Ha, de október első hetében nem jártunk, tehát ezt a bérletet október 8-án vettük, ezért aztán azt gondoltuk, hogy ez november 8-áig jó, hogy lejárhassd a 8 alkalmat. November 1-én bementél, és azt mondták, hogy hát ez a bérlet már nem jó. És mondta az én drága egyetlen feleségem, vagy nem feleségem, életem párja, hogy ne haragudjon, de ezt 4 hétre vettük 8 alkalomra. Igaz, hogy nem október 1-én vettük, hanem október 8-án, de csak 6-szor voltunk. Van még rajta 2 lehetőség. Mit mondtak? Akkor se lehet. De rá volt írva? Rá vált. Hogy egy hónap alatt le kell? Mi? Az nem. És nem is mondták, hogy ez november 1-ig jó. Te ezt érted? Na, tehát maradt 2 alkalom, amit nem tudsz kihasználni, és vehetsz újabb bérletet. Az sehol nincs. Lehet, hogy a bérlete rajta van, ezt nem néztem meg, hogy elsőjétől elsőjéig jó, de mi nem elsőjén vettük, hanem 8-án, viszont van 6 alkalmas bérlet is, tehát akkor ott mondani kellett volna, nem, hogy kedves hölgyem, ez november 1-ig jó. Na de figyelj, ha azt hova? Akarjátok, titok? Hogy... Ne kérdezzem, hogy ne, hova? Ne, akkor megértjük azt, hogy jó. Tehát most, hogy érted, ha azt akarjátok egyébként, Feri, hogy tényleg világhírű szinkronuszó legyen a gyerekekből, akkor vegyétek komolyan, érted? Ha 6 alkalom, akkor vigyétek 6 alkalommal. Aha, értem. Jó. Tehát mind a 2 sztori nem jogos a részemről, és nem... De abszolút nem, abszolút jogos. Nem most érten azt futtatom, hogy a mi gyerekünk hova jár, mert valami ellen sztorival elő kell jönnöm, mert ez így szörnyű. Hogy ülünk itt hülyén, érted, meghallgatjuk, hogy 8 helyre jár a gyerek, érted? Segítek, zseni a gyereket, neked már nem kell. Ez is igaz, nem? Hát azért jár. És valamit szeret is a gyerek? Nem, valamelyiket sem, csak azért ne legyünk velük. A kis kukta tanfolyamra járnak még? Micsoda, már ő vezeti. Igen. Hát ez más. És csütörtökön, amikor 8-tól... Csütörtökön úszásom van. Ja, nem, pénteken 6-tól 8-ig, amikor elméleti fizikát tanulásom, akkor... Ne feleseljetek, itt nem az apátok vagyok, hanem a tanfolyam vezető. Na, hogy fogod azt a fakanalat? Lisztet, hagymát elővenni. Figyelj, és van, hogy meglát a gyerek, és azt mondja, apa, léci, menjünk haza, olyan jó nem, otthon. Azt mondja, hogy ki ez a bácsi. Nem szeretnek otthon velünk játszani. Jó, figyelj, azért érdekes, mert ugye, ha mit tudom én, hát most valami hülye hasonlattal akarok élni, csak nem jut eszembe semmi. Na azért, mert azon hagyja azt, hogy vajon mi lett a titokzatos tanfolyam. Ó, basszus, tényleg ezzel gondolkozom, majd. Hogy hova jár az a büdös kölöm. Na, találjátok. Csak mondom. Hogy miért nem jár oda az én gyerekem is? Miért nem jár úszni az én gyerekem is? Hát gyere, elvisszük őt. Egyébként is. Már nagyon sokat gondolkoztam rajta. Tök jó. Milyen jó? Nagyon jó. Kismedence van, tehát először úgy kezdik, hogy aki nem tud úszni, felnőtt úszásoktatók vannak, tök jó, imádják a srácok is. Beviszed a gyereket, te nézed, vagy elmész úszni addig, mert aha, van olyan jegy, ami kísérőjegy, de tudsz vele úszni. Kell fürdősapkát hordani, mert akkor nem megyek. Olyan úszodában nem megyek, ahol fürdősapkát. Nem megyek olyan úszodában, hogy megmondják, hogy vegyek a fürdősapkát. Ez messze van, oda hát ne nem is tudod felvenni. Hát egyrészt érted. Tudod, hogy nézek egy fürdősapkába? Tudod, hogy nézek ki? Így bemennél, és azt látnád, hogy ilyen, hogyha egy térdig áll már a szétszakadt gumi fürdősapkába, tudod, hogy... És megérés, vagy kiszáll a nyitott ablakon. Onnan is veszek, hogy por felő van felette, mert hintőporozom a fejemet, hogy fel tudjam húzni. Tehát én magamra öntök egy 4 liter hintőport, hogy egyáltalán feljöjjön az úszósapka, következőképpen veszem fel az úszósapkát. Megfogom, belemerítem a vízbe, figyelj, a meleg vízbe, hogy táguljon. Belemerítem a vízbe, hogy táguljon, felemelem a fejem fölé, tele van vízzel, 2 liter víz van benne, és elengedem. És abban a pillanatban a víz súlya rányomja a fejemre, azt mert csattam, mint egy bogrács. Tehát így fölemelem teli vízzel, elengeded, és a víz, ahogy rájön. Csak vigyázni kell, hogy ne szemed alá csúszta. Na most ilyenkor kicsit így rácsúszik a fejemre. Figyelj, szak... azt nem tudod megcsinálni, hogy mondjuk kotont fújsz a fejedre? Az is jó szerintem, az marhára tágul. Egyébként tényleg, szóval kell úszósapka? Kell, ide kell, tehát ez nem a tiéd. Nem a tiéd, de van olyan... Uh-huh. Van olyan
úszoda, ahol úszosok vagyunk. És akkor te úszol egyedül, a gyerekekkel meg úsznak. A gyerekeket meg tanítják úszni, és tök jó, imádják, a végén van a játék. Nem magamra kérdezem. Nem, én nem vagyok hajlandó levenni. Tehát hogy mindenek a határa. Nem, mert a Benni nem veszi le a karúszót például. Tehát ő imádja, már volt, hogy elúsztam, egy kicsit levette, odaúszott hozzám, de hogy ő még karúszó függő. De te nem vagy bent, tehát pont ez a szép benne, hogy nem az van, hogy apuka félti a gyereket, a teljesen jogosan, tehát ezt most nem szemrehányólag mondtam, mi nyilván nem féltjük, tehát mi úgy kezdtük, hogy 2 éves korukba belevágtuk őket a Velencei tóba. Ha ki tudsz jönni, az akkor maradhatsz. Az élővíz, az. Jó, ott ennél sokkal fontosabbat kérdezik, hogy wifi van? Mert akkor ott vagyok. Akkor fölülök a karzatra és meg vagyok. Azt tudtad egyébként, Feri, hogy a Balázsnak nagyon nagy respektje az úszodában? Mert ő már otthon felveszi a karuszót, és arra veszi rá az inget, és akkor már mindenki azt hiszi, hogy 50-es a karja. Micsoda muszkeré. Na, és akkor ott többen levetetik róla a karúszót, és akkor ott kisgyerekekkel úszik. Nem mehetsz karúszóval. Nem kell neki karúszó, ő meg fog tanulni úszni, mert nem te vagy ott, aki féltet, hanem van egy ember, az jó, aki figyel rá. És nekem legyen 3G. Vagy legyen wifi, ennyi. Ne wifizi, nézed a gyerekedet. Hát láttam már. Ja, az is igaz, meg van nálad fénykép. De most miért vagy rágyógyulva erre a wifire? Ja mi nem, van? Majd, nem, csak kérdeztem, mert ha wifi van, akkor én meg vagyok. Ja, és akkor apukák, anyuk... Basszus, megvan! Mi van? Megtaláltam! Mit? Figyelj, iszonyatosan fogsz neki örülni, gyakorlatilag egy új értelmet nyer az életed innentől kezdve, mert járhatsz úszodába. Megtanultam. Felfújható spray alakú gumi. Be kell fújni a fejedet minden úszás előtt. Itt van. Megtaláltam. És azzal menjek? Így van, bemész. Kész vagy. De Sebestyén apuka, jöjjön meg. Egy pillanat. Megvan, figyelj, itt van, tessék. De ilyen alapon akkor miért nem púrhabot fújok a fejemre, érted? Mondjuk az igaz, mert az fenn is tart. Figyelj, az úszósapka egyébként a legnagyobb hazugság. Belázik a fanszőröd, belázik a lábszőröd, belázik a fenékszőröd. De várjál, miért a herezacskodra húzod fel? Csak elmondom, hogy milyen álszent dolog az az úszósapka. Tehát, hogy mennyi minden ázik le egy emberről, ha te bemész a medencébe, belegondoltatok valahova? A bőr, a le nem ázott kozdarabok, a körme, az orra, a nyála, az orrából a cucc. De vegyünk úszósapkát, nehogy három hajszál belemenjen még a vízbe. Mert egyébként tudod, mi jön le egy hétköznapi emberről, ha bemegy a medencébe? Voltatok már Széchenyibe? Voltunk. Belementetek már a meleg vízbe? Nem. Érzed, amikor mész a meleg víz és leteszed a kezed, akkor az alján ilyen hajszálak, ilyen finom szőrök, fanok, rajongók. Nincs ilyen, hát állandóan körbe hát megy a víz, takarítják, ne mondjál már ilyen. Te kevered a fertőtóba, és az hínár. Iszap és hínár. Na mindegy, és akkor ott mennyit fizettél? Hol? Mi volt ott az átvágás a második sztoriban? Csak lázba jöttünk az úszástól. Hagyd a francba, nem érdekes, hogy 2 belépésben maradt, mert elsőjén lejár, és nem úgy van, hogy az egy hónapos jegyet, amit veszel 8 alkalomra, azt egy hónapig letod. De egyébként a hallgatók velem vannak, csak mondom, hogy pocskondiázhattok, hogy egy csomó helyen, Szegeden például 1000 forintos kaució van azért, hogy ne menjenek melegedni. Na de azt visszakapod, hát visszaadják, jó, kaució várján, nevében benne vagy kaució. Így várján, nézőként a kazincbarcikai jégpályán teljes értékű jegyet kell. Szentendrén ez 500 forint, azt mondja a lányom versenyúsó úszó kísérője egy 600 forint. Az szemtelen. Hát, ha nem csinál semmit, nem mész vízbe, nem kell utána takarítani, a szemtelen. Én az ilyen 100-200 forintos óvjuk meg magunkat a melegedő, potyázó emberektől arra értem, hogy az jó. 600-800 az már nyilván nem arról szól, hogy ne gyere melegedni, az arról szól, hogy kicsit lehúzzanak. Tehát az teljesen egyértelmű szerintem. Jó, de ennél sokkal izgalmasabb. Találjátok ki, drága hallgatók, mit csinál a Feri gyereke. Jó, megőrülök, hogy mind a ketten járnak oda? Persze, igen. Igen? Az igen. Úszás mellett? Csak annyit segíts, milyen nem, napon? Helyette. Csütörtökön? 2 csütörtök az úszás. Hétfő az iskola előkészítő, a péntek a matek szakkör. És a szerda a titokzatos dolog, ahol levettek. Szerda, szombat. De a szombat egész napos, hogy ne kelljen velük lenni. Mi gyűlöljük a gyerekeinket nyilvánvalóan. Segfúvola. Az. És ha láttad, tényleg az. Hogy lehetsz ilyen jó? Takutyapályát. De most tényleg mit tanulhatnak? Nem Márján. Fogunk rájönni. Feriből kiindul a szerintem bontás. Egyelőre. És a marha tökéletes felboncolása. Na jó, meghallgatjuk Ákos híreit. Jó, közben Óvaj bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
És egy érdekes dologról beszélgettünk, nyilván valamennyire humorizálva, hogy miért kell az embernek plusz pénzt fizetnie, ha járatja a gyereket úszni, és azért fizet egyébként, ami abszolút jogos Feri részéről, ha egy pillanatra komolyra fordítjuk, közben pedig 200-300 forint kísérője egy stb. Holott nyilván egy csomó szülő éppen kinyögi azt, hogy a gyerek tudjon úszni járni, és nem akar mondjuk még ott üldögélni 300-400 forintért alkalmanként, amiről ha kiszámolod azért egy hónapban, ha heti kétszer jár a gyerek úszni, az nem kevés, és erről beszélgettünk, hogy mi a fenének kell neked, hiszen te ott karban tartod az úszodát a gyereked által, és kifizeted azt a vízhasználatot, fürdést, amit ő csinál, és azt, hogy te ott üldögéljél, az miért kerül esetenként akár 6-800 forintba, mint kísérő. Nem mész vízbe, nem használsz meleg vizet, nem csinál semmit. Hát meg ráadásul, hogyha abból indul ki, hogy mondjuk ezt a pénzt, ezt, hogy ugyanúgy a gyerekre lehetne fordítani, és mondjuk még egy vagy két alkalmat befizetni neki például úszásra, hát akkor is jobban jönnétek ki, mert akkor nem a papa meg a mama ücsörögnének a padon, hanem a gyerek úsznak kétszer annyit mondjuk. Nyilván nem az én háborgásom ez, vagy nem csak az én háborgásom, én picit jogtalannak érzem, de itt tényleg azokról a szülőkről van szó, akik mindent megtesznek a gyerekeikért, nem úgy, mint mi, a békával. Jó, hát érzed, az és lehet, hogy van olyan család, aki például aki azt hitt, hogy 600 forint a látogatójegy, számoljunk, egy héten kétszer viszed, az 1200, az egy hónapban plusz 5000 forint az, hogy a szülő bemegye a gyerekével. És ha mondjuk 6 éves gyereket viszel, őt még nem biztos, hogy elengeded egyedül. Érted? Tehát be kell menned vele, be kell fizesed. Az plusz 5000 forint a családi kasszának. Azért ez komoly. Jogos, persze. Hát tehát ez így azért. És én még azt is megértem, mert mi itt a hírek alatt beszélgetünk, János elmondta, hogy az egyesületi ezt is, csak akkor mondják azt, hogy srácok, az van, hogy legyetek olyan kedvesek 250-et, 500-at, 1000-et befizetni, és akkor jobb minőségű lesz az öltöző. Csak így nincs magyarázat. Tehát ez a látogató jegyez nekem olyan furi. Igen, fura. Mondjuk, hogyha mondjuk majd később iskolában, de szerintem már óvodában is megoldható, hogy adott esetben egy szülő több gyereket is vigyen egyszerre. Tehát, hogy hívják, ugyanabban a csoportban járnak, ugyanabban az osztályban járnak, mi is ezt szoktuk csinálni, hogyha ugyanazt sportolják a gyerekek, ugyanoda mennek, ugyanakkor, akkor mit tudom én, Móni elviszi az összeset. Aha, ja, hogy épp ott úszni nem adnám oda senkinek a gyerekemet. Tehát ott azért azt látni akarod, ott akarsz lenni, tudod, ott ne valami Józsi figyeljen rá, aki éppen ott nem tudom, 3G-zik. Ott az úszás oktató, én értem, de figyel, tehát az úszás, hogy rosszul beesik, tehát én arra azt nem adnám. Móni, és nem 3G-zik. És nem Józsi. Hanem figyel a gyerekek. Ott a negyed Józsi, aki 3G-zik, érted? Hát például. A vigyel, Józsi ne vigyelj, érted? Nem tudsz mit, te például, ha mondjuk a BVSC-ben vagy, akkor fönt vagy egy ilyen karzaton. Onnan te nem tudsz segíteni, meg az ott vagyok, jobb kéz elő lökölben. Jövök, fiam, repülök apát, abban a fejét, ruhába ugrik be. Nem, nyilván nem, persze az oktatók profik, csak pont az úszás az olyan nekünk, ez egy nagy félelmünk, tudod, hogy víz közel gyerek, aha, beesik, medence, belöki, nem figyel, csoport elején megy az oktató, csoport végén benne éppen verekszik. Több oktató van és kicsi csoportos. Az jó. Nyugodtan elméletből vizsgázhat. Na mi? Elméleti úszás? Elméleti úszásból. Hát miért? Lehetsz edző úgy, hogy gyakorlatilag az elméletével tisztában vagy dolognak, nem? Tehát, hogy kell ahhoz, hogy te versenyezél például, hogy edző legyen? Nem. Akkor elméleti úszásnak is kell. De itt benne vannak a gyerekekkel együtt a vízbe, hát megmutatják a mozdulatokat. Persze, hát profi úszók vannak. Igen. Na mondom, hova jár a gyereket? Szerdán romkocsma látogatás, ki tudja apát hamarabb leitatni című szakkör. Elmúlt már ez a korszak az életemből, de aranyos igen vagy. Szerda szomelié, szombat bőléredzés lehet. Igen. Apa nézi. Wolfos Petya küldte a disztót. Igen, ugye hírek előtt beszélgetünk, Feri nem mondtál, hogy hol kell még plusz pénzt fizetni, de nem is baj. Valószínűleg pszichológus lehet a szerdai program, valahogy fel kell dolgozni a többi napot. Ezt Timi küldte nekünk. Feri gyerek erre jár, pálinka főzés alapjai. Jövőre jön a gyakorlati fél év, amikor már főznie is kell a gyereknek. Persze Feri jó apukaként bevállalja a minőség ellenőr szerepet. Kaptuk SMS-ben. A gyümölcsfeldolgozás értelmesen. Van élet a lekváron túl. Igen. Szerdán disznóvágó tanfolyamra járnak, ezt nem akartad elmondani. A gyerekek az alapokat már tudják, ne legyetek ilyen visszafogottak. Igen, vagy spinningelni. Ezt írta meg nekünk egy hallgató. Tényleg ilyen műanyag és egy persenymalacot boncol, vagy ilyesmi. Igen, szerdán egyetemi bulik vannak este, Feri már lehet arra készíti a gyerekeit. Kaptuk SMS-ben. Sziasztok, nekem 12 alkalma szoli bérletet adtak el úgy, hogy másnap bezárt az üzlet. Azért az is szép, igen. Krumpli pucoló szakkör, Szatyi küldte nekünk, és közben jönnek az SMS-ek, hogy hol milyen plusz kell fizetni. Vegyít valam a kettőt. Szegeden karszalag, és ha vizes lesz, nem kapod vissza az 1000-es. Múltkor megfogta a gyerek a szalagomat. És milyen, ugye, hogy 1000 forint kaució.
Ugye? Tehát befizeted az ezrest, hogy te ne fürödjél, és a gyerek megfogta a karszalagot, hello ezres. És abban a p***ban igen. Igen. Ne írj a pához, vizes karszalag! Na mindegy, ha tudsz, tudsz egy olyan helyet, ahol nem kell sapkát hordani, megyek én is. Jó. Jó? Mondtam. Folyékony gumi. Semmi. Ezt ki kell próbálnod. Tehát, hogy nincs, érted? Nincs semmiféle ürügy, amivel ezt ki tudod kerülni. A legnagyobb álszentség az úszósapka. Tehát az akkora hazugság, hogy az komolyan mondom. Az összes nyugdíjas belepisil a vízbe, melusta kimenni. Tisztelet a kivételnek, én meg hordjak úszósapkát. Hát, de honnan veszed? Tessék! Hát, az első, aki belepisil. Mert én nem vagyok nyugdíjas, és még én sem egy. Hát mi történne, 30 évesebb lenne? Ja, tényleg. Hát miért nem el az egyértelmű feltételezéseknek? Ha én 38 évesen nem megyek. Az a rohadt közegellenállás, mire elérsz a lény már. Miből gondolod, hogy 60-70 éves kimegy, ha én már vagyok 38 évesen? Hát teljesen hát, egyértelmű. Mondjuk ez is igaz. És akkor alul bármi kijön, én meg fölül hordítósak, hát hogy három hajszál. Ugyan már? Teljes hülyeség. Na mindjárt. Bár töltés a tanfolyam, Feri. Fogjátok ki. Nem akartam ki. Feri, de így hagyj ragadja meg az másfél-két millió emberről, gratuláljak a gyereknek a fokú tölés tanfolyam volt, és a fokú spékelése. Na jó, itt van már is a játékosunk, Óven bácsival és Berunével játszani is. Óven bácsi és Berunéni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Aniko! Jó reggelt! Szerusztok! Szia! Jó reggelt kívánok! Sziasztok! Szia! Na, most nagyon jól kiköszöntük magunkat, mert te is négyszer, mi is hatszor. Igen. Ja, igen, mert én valahogy visszhangzottok nekem, nagyon rosszul hallok. Tehát úgy, na jó, talán most kiventem a rádiótól. Igen. A szokott, Aniko, ha bárki is hallgat a rádiót, és ott van, neki egy picit halkítsa le, akkor az összes gondunk megoldódik. Vagy vigyázz volna a rádió. Most minden segítségem oda van, mindenki dolgozik, mindenki. Ahol van, vagyok szabadságon, és egyedül vagyok. Gyere át a másik szobába akkor. Itt vagyok pont a másik szobában. Nagyon, akkor az egyikbe. És nagyon izgulok. Nagyon izgulsz. Mit csinálsz egyébként? Hol vagy helyileg? Helyileg akadom vagyok. Igen, Békés megye, Feri. Bizonyám. Hát jó, sarkadi emberei. Igen. Nagyon jó pálinkát főznek sarkadon, csak mondom, már én nem ittam, csak hallottam. Jó. Hallottam, de én se. Hallott, hogy milyen jót. Biztos, hogy nem iszol? Nem tudom, én nem. Helyes. Mivel foglalkozol, Aniko? Én felnőttszakápoló vagyok, jelenleg házi gondozok. Házi beteg az ápoló. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Kemény. Kemény hivatás, de nagyon szép hivatás. Igen, nagyon szeretem. Ahhoz szerintem kell egy lelkikat. Igen. Nagyon pozitívnak kell lenni, életvidámnak tényleg, és nagyon keménynek lelkiekben. Gratulálunk hozzá. Nagyon szépen köszönöm, és ezt csak úgy lehet csinálni, hogy belülről, tehát, hogy szeretni az embereket, odafigyelni rájuk. Ugye nekünk ez a úgymond a szép oldala, hogy mész hozzájuk, figyelsz rájuk képbe, vagy nap mint nap. A hátrány az, hogy hóba esőbe, de adnak egy olyan erőt, hogy te elfelejted, hogy ma zuhogó esőben mész, hogy éppen mínusz 20 fokban. Hát meg ti is adtok nekik. Ne felejtsük el, rengeteg erőt. Azt hiszem, nagyon. Igen, bocsánat, nagyon. Csak egy szolgálati közleményt kapjuk közben az SMS-eket, hogy akadozik az adás egy csomó helyen. Innen ezzel egyébként nagyon nem tudunk mit csinálni, mondjuk ezt a hallgatóknak. Lehet, hogy éppen egy ónos esőtől áztatott fa rádölt valamilyen átvívő antennára. Tudjuk, vettük, köszönjük, drágák vagytok, de nem, innen ezt mi nem tudjuk orvosolni, valószínűleg valamelyik adótoronyban. Na igen. Jó, csak vicceltem. De ha valahol látjátok István Danit, vagy Bocskor Gábort, ahogy egy lomfűrészsel kábelt próbálnak meg átvágni, akkor állítsátok le őket. Jó, kösz. Na, Aniko, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, figyelj, először ezt fogod hallani. Uh-huh. Mély tengeri búvártan fél. Aha, szerinted. Igen. Szerintünk meg a... Úszni mentek. Nagy medence. Beru néni se jön ki a vízből, ahogy hall... Magát. Ő is lusta elmenni a budira, igen. Aniko, mutatjuk! Helyette inkább generál egy budárt.
Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Anikó. Hát ha ezt ebből megmondod, akkor... Holnap hajnal van. Hát figyelj, ez szinte jó. Jó, nagyon... Fogadjuk el, a szinte jó. Mondd még a ragot a máshogy végére, holnap, és akkor... Holnap hajnalban? Nem. Holnap hajnalig. Hajnalig. Mekkora zene, gyerekek! Megvan ez nekünk, Zsül? Érítsd meg a lelkem, sírok olyan jól. Még egyszer, érítsd meg, és aztán nyelvedd el. Anikó, ügyes vagy! Gratulálunk! Köszönöm szépen, köszönöm! Nagyon aranyosak vagytok, imádnak benneteket! Na. Kedvenced a Neoton, vagy hogy tudtad ezt így egyből? Hát régi motoros vagyok már, tehát nem mai gyerek vagyok már, de nagyon szeretem őket. Igen, igen. De helyes igen. Vagy. Igen, ja, pedig nem volt egyszerű, igen. Ez csak azt tudja, aki kedveli a Neotont. Igen, 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 igen. Jaj, de úgy, még a lábom is meg úgy. És elsőre bekerültem, nagyon örültem neki, tehát most egy kicsit feldobódtam, úgymond jobban megy a nagy takarítás, így örülünk. Jól van, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Nagyon ügyes vagy. Nagyon aranyosak vagytok, ha nem fogunk beszélni, én szerintem nagyon kellemes ünnepeket kívánok nektek. Így előre is Balázséknak kitartás, szorítok nekik is, és napi szinten képbe vagytok nekem. Tudsz valamit rólunk, hogy baj történt? Ja, a gyermek áldás? Igen. Imádkozzá, hogy aludjon. Én ennyit kérek, minden más jöhet, csak aludjon. Jó? Fog. Beszéljen és üljön normálisan. Viselkedjen és egyenrendesen. És ne turkálja az ételt. Az étel nem játék. A többi mehet. Anikó, köszi. Puszi. Én is köszönöm, aranyosak vagytok, puszilag benneteket, sziasztok! Szia, hello, ciao, szia. Érdem, az ad... Pásztor, értem, urnam, erdős pét, anyja. Hát, de most ezt ott lehetettél. Ja. Próbáljuk meg... Negyed kilenc lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani, hello. Drága hallgatók. Jó reggelt. Óven bácsiban Santa Maria Nina Pinta volt a megfejtés, illetve pontosabban a holnap hajnali, ugye Neoton familiától, így 8 után kivételesen egy picikis Neoton familia, na, csak azok kedvéért, akik 40 pluszban hallgatnak minket, vagy 40 pluszos hallgatóinknak. Ugye, hát 30 pluszban ez már nem 40. Ez a mikorosztályunk. 30 plusz, 40 plusz, így van. Még a 20-asok is imádják, a házi buliban például csak erre bulizol. Egyébként tényleg. Szerintem. Egyébként tényleg. Igen. Ezeket nyomják. Ja, igen. Isten. De szép időszak is volt ez. Mondjuk én soha nem tudtam elképzelni, hogy most ők hogy kerülnek fel a haj, és akkor a lányok ott voltak, és akkor azon a hosszú hónapokig tartott tengeri úton, 3 éva, ugye Csepregi, Fábián és Pál, és akkor mi történt a kolitícskó? Ott álltak a TAT fedélzeten, és akkor nézték, hogy akkor jön a fögy, és mi a baj? Sose gondoltam ebbe bele, csak a dalt hallgattam. Ugye, én nem. Tovább, én még ahhoz fiatal voltam, hogy ezt tovább gondoljam. Igen, mert előbb olvastam Amerika felfedezéséről, mint hogy hallottam volna ezt a számot, és aztán így összeállt a fejembe, illetve nem nagyon akart összeállni. Hogy akkor a Ninán állt a pásztor, a Pintán a Jakab, és a van az meg a Szantamán. A gyerekek, a lényeg, hogy jó volt egyébként. Nagyon. Tehát, hogy ez szenzációs. Még meghallod, és most is jó. Így nem? Van. Egy-két tényleg hangszerelés már nem értesz, de jó. Tehát végén tényleg ez a kis szóló, itt az már egy picit furad, de egyébként tényleg szóló, igen. Na, tudjuk, hogy szakadozik az adás, embereink dolgoznak rajta, nem bennünk, nem nálunk, nem itt van a hiba, nem a rádióban, hanem egy antenna rendszernél, úgyhogy ha bárki is hall bennünket és kicsit szaggadozik, tudunk róla, vagy szaggat, köszönjük szépen, de dolgoznak a hiba elhárításon. Nyúlón a főúton Fehérszádból fotóznak, ezt AT küldte nekünk, Budakeszi felé, Hüvösföldi lezárva még mindig, ezt Ádám küldte nekünk, köszönjük szépen. Zalaegerszegen nagyon szaggattok, köszönjük, dolgoznak rajta, ahogy mondtam. 13. kerületben van egy trafi a Váci úton, a Tesco-nál, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Aztán azt nézem, hogy
hogy mi van még, van-e még valami, ami fontos. Az M0-ást kérdeztétek, ott egyelőre úgy néz ki, hogy minden rendben. Budakeszi még lezárva, 22-essel Budaörs felé lehet jönni, a Moszkva tér kaotikus. Ezt is SMS-ben kaptuk. Hármas út Gödöllő felé Kerepesen teljes útzár van még mindig, és most jöttem Gödöllőről, az M31-es, M0-ás, az M5-ösig jól járható, nincs lezárás. Ezt Dani küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, ma van az utolsó lánykérésünk, ugye 9 óra után egy nagyon helyes fiatalembert hallunk majd. Hát reméljük. Vagy rá tudod? Nem, a fiatalembert ugye ismerjük, ja. A lány, aki nem tud róla. A fiatalember helyes, kedves, aranyos, nagy szerelem van 9 óra után, az utolsó lánykérés. Egy gyönyörű, nagyon szép gyűrű, még felkerül valakinek az ujjára. Ez az utolsó, sajnos nem folytatódik, pedig olyan romantikus, olyan szép ez a majd sztori. Jövőre. Szeretjük. Hát, figyelj, beszéljünk a szponzorral. Minden napra egy leánykérés, minden napra egy brillcsiszúrású gyémántgyűrű. Igen. Szerintem belerokkannának. Igen. Egy szélszes vagyok a Klassz FM többek, Peti. Igen, tessék, lenne egy kis probléma. Mi kellene 200 darab gyűrű, mert nagyon sikeres a promóció. Nem több, mint 200 darab gyűrű. 362-re lenne pontosan. Több tízezer e-mail, gyerekek, egyébként nem önmagunkat promózva, nem szoktuk, de azért ezt el lehet mondani, több tízezer e-mail. Tehát van házasulási kedv Magyarországon. Vagy legalábbis eljegyzési kedv mindenki. Eljegyzési kedv. Hát ugye tegnap is hallottuk, hogy a leghosszabb eljegyzésbe járó pár, az ugye tegnap volt, ők szerintem most még 10 év. Igen. 14 éven keresztül voltak együtt. Nem, hát 14 év jegyességben járnak most, mert a fiú azt mondta, hogy nem változom semmit, és ugyanaz maradok, mint régen, tehát a tegnapi áldozatunk még nem tudja, hogy ők lesznek a leghosszabb. És utána jön 14 év házasság majd? Hát, halva tegnap a fiút, nem tudom, hogy ebből lesz házasság. Nekünk a jegyesség a lényeg, hogy arra igen mondjon. Hát szerintem ő nemet is nehezen mond. Egyébként az is igaz. Na, egy nagyon helyes cikket találtunk, és ez arról szól, azt összesíti, hogy ugye a szállodai dolgozók szeretnek arról panaszkodni, hogy a vendégek bosszantják őket, milyen egy bosszantó vendég. Ezt már sokszor kibeszéltük mi is, ezt már sokszor átbeszéltük, de most egy weboldal egy csokorba szedte, és gyűjtötte azokat a retteneteket, amivel mi szállodába menők, nyaralni vágyók, szállodázók, szállodát igénybe vevők találkozhatunk. Mik azok a bosszantó dolgok, amivel, ha valaki ugye elmegy szállodába, szeretne egy wellness hétvégét eltölteni, vagy a párját elvinni, vagy a kis családjával szállodázni belföldön, külföldön, milyen idegesítő dolgokkal tud szállodában találkozni? Hát szerintem ezt 9-ig tudjuk sorolni. De van hát belőle bőven, van belőle bőven, főleg, hogy most voltunk ugye több mint egy hónapot szállodáztatok. Ott éltünk. Konkrétan másfél hónapon keresztül egy szállodai szobában laktunk. Egyébként egy nagyon jó szálloda volt, ezt megtapasztaltuk, szerencsénk volt. Nagyon jó szálloda volt, de nekem például heróton volt attól, hogy bejelentkeztél a wifire, amikor megérkeztél, csak mondom, a wifire. Na nézd, ahhoz, a függő. Nem vagyok függő, de ahhoz, hogy a családdal tartsd a kapcsolatot, ahhoz kell a wifi. Tehát, ahhoz kell egyébként. Én már Skype-on olvastam mesét a gyerekeknek esténként, és hogyha, na. Kimentél a szállodából, megszakadt a wifi kapcsolat, visszaértél, és ahelyett, hogy automatikusan csatlakozott volna, mi történt? Loggoljál. Login. Amit login, ugye megjegyzett a telefonod, tehát neked automatikusan csatlakozott volna, de a szálloda rendszere olyan volt, hogy ő mindig kérte újra. Mindig megnyitod a weboldalt, beloggolsz, azt mondja, jó van, most már mehetsz. Igen. Hírek után, ha valaki, aki egy szálloda menedzsereként dolgozik, nyugodtan hívjon bennünket, hogy választ kapjunk egy-két kérdésre, és egy-két érthetetlen jelenségre, amivel ugye mi laikusok úgy találkozunk, hogy nem teljesen értjük. De biztos nyilván mindenféleképpen szükséges és jó. Tehát azt mondod, hogy téged a wifi. Tehát legyen, hát ott, legyen ott wifi. Például, igen, ha már van, ne legyen, ez ne legyen kötelező, de ha egy szálloda azt abszolút mondja, legyen, hogy nála kötelező. Van wifi, nem kell, mert beszélgessél, szeretkezzél a pároddal is, egyebeket csinál, ne wifizzél, ha így egyedül vagy távolban, akkor kell a wifi. Akkor szeretkezzél magaddal. Is kell a wifi. Akkor magaddal, te wifi függő vagy. Hát, figyelj! Ha már wifit mondasz, az, hogy kimész a szállodából, leloggolsz, szerintem oké, egy gomnyomásra beloggolsz. Én értem, ez idegesítő. De én rosszul vagyok azoktól a szállodáktól, amik egyébként horror pénzt kérnek el, hogy te ott lakjál egy éjszakára, és azt mondják, hogy wifizni csak és kizárólag mondjuk az aulában tudsz. Az nagyon gáz. Igen. Miért nem adják oda a wifit nekem a harmadik emeletre? Miért nem wifizhetek én a szobában? Kifizetsz egy éjszakára 40-50-60 ezer forintot. Most tényleg minden emeletre.
még betelepíteni egy olyat, hogy te nyugodtan wifizél a szobába, ők interneti rigyek, wifi rigyek, ez annyival megdobja egyébként a szálloda költségeit. Igen, mert nem az hiszem. Éjszakai portás nem tud akkor a sávszélesség miatt, mert te wifizél, ezért aztán ő nem tud. Igen. Na, neked... de ezt adom, ezt hát adom. Wifi, jó. De neked fontos. Nagyon ez szerintem mindenkinek fontos a wifi. Uh-huh. Jó van, wifi van. A csomagodat nem teszed le, Balázs? Gyerekek, mert nála ez az első. Figyeljetek, én láttam 100 embert becsekkolni a magyar szállodába most, amikor a celebet forgattuk. 100 magyar becsekkoló embernek az volt az első kérdés, mi a wifi? Wifi, 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 wifi. És mindenki remegett, és ha valakinek nem logolt be a telefonja, sorok álltak a recepción, hogy mindenki tudjon beszélni a recepciósra, hogy miért nem logol be a telefonod. Ennyi wifi függő embert én nem láttam. Mindenki, hát gyerekek, mindenki wifi függő. Internet függő, úgy értem. Nem mindenki, de te igen, és ott kint meg azért kellett a wifi, mert nyilván távol vagy 6 hétig a szeretteidtől, akkor kell a kapcsolat. Hm. Plusz, hogy tud közölni a Facebookon, hogy most ott Afrikában meleg van, az egy nagyon fontos dolog. Én a melegvizet néztem meg először. Nem. Te nem, elmondom, mit tisztél meg először, hogy hova tudod kiteregetni az oknyaidat. Egyiket ezt is. Tehát az első kérdéseked ez volt. Tudok-e hogy teregetni? Az oldókeret elbír-e? Na, én mondok fejből egy-kettőt, és aztán mondjátok, hogy adjátok, vagy nem adjátok. Én elég sokat szállodáztam, de szerintem ebben mindenki ismerni fogja. Miért kell, ha véletlenül elfelejted kitenni a ne zavarjanak táblát, reggel 7 és 8 óra között megkérdezni például a szállodákban, hogy szeretnél-e tiszta törölközőt? Miért van arra szükség, hogy reggel 7 órakor neked bekopogjanak, hogy housekeeping, törölközőt kérjenek, bejöjjenek és felébresszenek, és amikor rájönnek arra, hogy te ott alszol a szobádban, akkor halkan becsukják az ajtót és elmennek. Na ez miért kell? Sok szállodai szoba van, és ahhoz, hogy tudjanak végezni, este 5-ig ahhoz korán kell elkezdeni. Teljesen jogos, tehát hogy ne az legyen, hogy valakit meg majd rohadtul idegesít az, hogy délután 4-kor kopognak be hozzá, hogy kellene neki tiszta törölköző, amikor neki reggel lett volna rá szüksége, mert hogy ugye végig kell menni az összes szállodai szobát. Én ezt értem, de azért mész egy szállodába, hogy pihenjél. Reggel 7 órakor kell azt a szobát kitakarítani? Reggel 7 órakor kell bekopogni, hogy housekeeping, bejönni és megnézni, hogy ott vagy. Nyilván ott vagy, hol lenni reggel 7 órakor, hát pihenni mentél. Nem? Aha, igen, nem de, így van. De legyen 300 darab takarítónő, mert 300 darab szobájuk van, és mindenhova 10-kor menjenek. Na? 1, 2, 3. 10 óra. Housekeeping. Én ettől meg tudom, tudom, én vagyok a hülye, hogy nem teszem ki. A ne zavarjanak táblát. Ha kiteszed, és úgy nem kapognak be. Aha. Tehát tedd ki, légy szíves legközelebb. Jó, benneteket ezt nem adjuk. Ezt nem adjátok? Én mosom, szállítom török közeimet, úgyhogy nekem ez nem számít. Én ettől meg tudok őrülni. Aztán van más. Tudom, hogy mi az oka annak is. De mondjuk megérkezel reggel 9 órakor. És nem engednek. Neked van egy szobafoglalásod. És azt mondják, hogy délután 3-ig te nem mehetsz be a szobába. Mert még nincs kitakarítva. Az miért az én problémám? Hát, mert nem, a kedvenc szállodában mész, és az a kedvenc szobád, és még mindig nem tudták renoválni azóta, hogy legutóbb ott voltál. De nem így van. Én értem, hogy 11-kor tud kicsekkolni az előző vendég. De hát akkor oldják meg, hogy neked ne kelljen 3-ig ott várni. Jó, nem? Mondjuk, ha 11-kor csekkol ki, és te már 9-kor be akarsz költözni, azt ciki, de a 11-kor miután ő kicsekkolt, hogy én miért nem tehetem be a bőröndömet, délbe. Ezt adom. Azt. Ezt tehát adom. 11 órakor kötelező kicsekkolás van egy szállodában. Délben te megérkezel mondjuk, és azt mondja, hogy még délután 3-ig nincs kész a szobád. Hát ő 11-kor elvileg eljött. Tehát van egy órájuk megcsinálni a te szobádat. Mi igaz, hogy 300 ember ment el 11-kor, és megint van 300 szoba, amit meg kell csinálni, de ezt adom. Na. Például te odaérsz délben, letennéd a csomagodat, átvennéd a fürdőnadrágodat, és lemennél a wellnessbe, azt nem tud meg, azt nem tud megcsinálni. Pedig te tudják, hogy te 11 órakor jössz, mert jön a repülőd, vagy valami, de azt mondják, hogy délután 3-ig nem tudsz bemenni. Ja. Holott tudnák, hogy ki az, aki kicsekkol, 11-kor azonnal kitakarítják, délbe be tudsz menni. Ezt például nem tudom megfejteni. Ettől meg tudok őrülni. Hmm. Nektek mi? Mondjatok egyet. Hát figyeljetek, én mindig megnézem, hogy van-e sportolási lehetőség, látom mondjuk egy honlapon, hogy van kondicionáló terem. Na most többször előfordult az, hogy oda mentem, szépen lementem, fülig érő szájjal, és mit láttam? Volt bent egy szobabicikli, egy rugós expander, és 2 darab gömbformájú, 20 kilós súlyzó alá Magyar Honvédség 1981. De legalább szép emlékeid voltak. Igen, végül legalábbis tudtam, legalább tudtam nosztalgiázni. Ez már szubjektív, mert neked több kell ahhoz, hogy sportoljál, valakinek elég. Tehát, hogy ez nem úgy értem, hanem nem exakt, hogy mint a reggeli 7 órai bekopogás, azt mindenkit kiborít. Hát neked kell kettlebell, kell egy fekvenyomópa. Mondjuk hát a hölgyeknek nem sok lehetőséget ad ez a sportolás.
tankolásra, tudod, a két 20 kilós vassúlyzó, meg ahogy hívják, rugos expander. Na, de ott volt a futógép is, nem? Vagy szobabicikli? Nem, egy szobabicikli, egy darab szobabicikli, ami, hogy hívják, jó esetben működött is. Volt olyan hely, ahova elmentünk, ez meg jó pár évvel ezelőtt volt, de tényleg jó volt. Ott is kondicionálterem és medence. A medencét azt éppen felújították, a kondicionálterem pedig leégett. De ezt elfelejtették kiírni a honlapra. Mi meg már ugye ott voltunk. Tehát akkor már nem fordul vissza az ember. Mennyi futni a szabad levegőre? Ja, ne állját egy szobában. Így is van. Fegyenc edzés. Én meg tudok attól őrülni, nekem gyerekek nagyon sok van, én 10-ig tudom mondani. Én meg tudok attól őrülni, hogy elmész egy szállodába 60 ezer forint egy éjszaka. 50 ezer. Álljál be egy nyitott parkolóba, ami semmiféle szolgáltatást nem ad neked, nem fedett, nem fűtött, nem mélygarázsról van szó, és fizessél még éjszakánként 4000 forintot. Ha vegyél rendes autót, és akkor indul hidegben is reggel. Nem, pont azt mondom, hogy beállsz egy olyan parkolóba, ami egy sorompóval választja el az utcát a parkolótól. Te beállsz a parkolóba, de azt mondom, hogy nem fedett a parkoló, nem fűtött. Teljesen igazad van. Parkolás éjszakánként 4000 forint. Ezt abszolút adom. Hogy ez mennyire pofátlan egy szállodában? Egy debreceni szállodában jártunk egyszer így, pontosan ugyanez volt a szituáció, iszonyú drága volt egyébként a szálloda, nagyon, egy ilyen nagyon fura volt, nagyon szűk, nagyon pici szobákkal, stb. És akkor még ráadásul fizettél a parkolóhelyért is, és nagyon-nagyon fura volt, nagyon bizarr volt. És úgy, egyébként úgy fizettél a parkolóért, hogyha adott esetben később értél oda, mert elmentetek a városba valahova, és már betelt a parkolóhely, akkor valahol bent a levonták. Hát az már benne van, mi? Okos. Na, mi van a csatornákkal? De ezeket, azt hittem, ezeket fogod mondani. Egy fizetős csatorna, felnőtt tartalom. Ja, azt hittem, mi van a csatornákkal? Nem. Gondolkozzatok, hogy mi az, ami idegesít szállodában. Tehát ott vannak például a csatornák. Te megint ott vagy 60 ezerért, érted? Neked pluszban ki kell fizetned? Az a baj, nem vagyunk 60 ezerért sehol, de hogy egy 50 ezer, hát 40 ezer egy wellness szállodában, hát menni 15 ér is, de az az átlag. De mondjuk 15 ér se fér bele szerintem az, hogy van egy televízió készülék a szobádban, és egyedül azt tudod nézni, nem találod meg a távirányítót, azért az arrébb tudod kapcsolni. Hát te mindig azt, nézd már anyjuk, megint ugyanaz a műsor, megy valaki, aki szállod elint. Az nem, az a nulláson van, az a nulláson van a szálloda önpromója, és aztán tovább kapcsolod, az utána folytatódik, RTL, TV2, M1. Mindenért fizetned kell. Nálad a Duna TV jön be, maximum. Igen, csak az a durva, hogyha belegondolsz, hogy gyakorlatilag meg tudsz vásárolni egy, mit tudom én, egy DVD-t 500-600 forintért és egy hiper. Ehhez képest 3000 forintot fizetsz egy teljesen átlagos, egyébként már 2 vagy 3 éves hollywoodi filmért, úgy, hogyha ott te meg szeretnéd nézni 20-szorra a szállodai szobában. Nem is beszélek. Hát arról nem is beszélek, mert az felháborító. Hogy alapból nem jár egy felnőtt csatorna. Azt hogy nem lehet megcsinálni egyébként manapság, hogy amikor tényleg egy tányéros antenna kell hozzá, hogy legyen egyszerre, itt tudom, 70-80 csatornát, hogy elmész egy nagyon jó nevű és egyébként viszonylag drága wellness szállodába, és akkor azt látod, hogy 10 darab csatorna van, azt csókolom. Na mondom a következőt. Reggeli, igen? Ami benne van ugye az 50 ezer forintos szoba árában. Lemegyek, én nem szeretem reggel a hosszú kávét, ezt az amerikait, amit általában ők adnak, és azt mondom, hogy... Öntsük a felét. Igen, köszönöm szépen, igen? Hogy én egy presszót szeretnék inni reggel. Felszámolják. Megőrülök, tudom, miért? Megőrülsz. Igen, mondom, és a hajat kimulik. Meg az amcsi kávét, mert én nem férjem már bele egy cappuccino. Igen, vagy egy presszó kávét. Szeretem, szeretnék egy rendes presszót inni, vagy egy cappuccinót, vagy egy mellett, akármi. Megőrülsz, tudom. És nem az anyagias, hanem egyszerűen arról szól, hogy férjen már bele egy feketet, ha meg azt nem ittam meg, ami benne van, tetszik érteni? De még ha megiszod is, férjen bele. Akkor is férjen. Nyilván ez egy plusz bevétel. Szintén meg tudok tőle örülni. Reggel alszol, elfelejted kitenni a táblát. Nem rakod ki, vagy nem találod, mert egy csomó szállodában egyébként nincs ne zavarnál a tábla. Reggel 3-4-8-kor. Takarítás. Az még csak adjen. Kikovályogsz. Álló cerkával, kis boxer alsóban, tudod, neki egy micimackos foszforeszkáló kis boxer alsóban, nyitom a nagytól. Jó napot kell, csak azt szeretném megkérdezni, hogy volt-e fogyasztás a minibárból? Anyádéra! Ja, vagy majd lemegyek, ezt megmondom. Megkérdezni 3-4-8-kor. Nem ér rá 3-4-10-kor, hogy megittam el a rohadmányos őszilevet, vagy nem ittam meg? Nem ér rá egyébként délután 2-kor, amikor lent mulatod az időt kis családoddal valahol. Bejön a szobába és megnézi, még kell 3-4-8-kor fölébre. Nem? Hát meg ha majd elmegyek, nem őrülsz meg attól, hogy bekopognak 3-4-8-kor, hogy jöttek minibárt ellenőrizni. Gyere barátom, persze, még alszik a feleségem egy bugyiba, el van húzva a függöny, kicsit még kise szellőztettük, nézd, térdelj be a hűtő elé, aztán ő nézd meg. Bótolja? Persze, bótolja. Meg hogy fölírja. Aha. Áll egy ilyen zsúrkocsival, és akkor behordja neked 3-4-8-kor az őszintén. Ennél is volt fogyasztás a minibárból? Szóval igen.
Úgy érzem, hogy Rafaello elfogyott. De nem így van. Persze, nyilván ezek kellemes terhek, hiszen azért megy az ember a szállodába, hogy pihenjen. Tök jó lenne, ha tudna. Figyelj, aki annyit jár szállodába, mint te, miért nem, visz magával, miért nem visz magával saját táblát? Hogy? Most bocs. Igen. Legyen nálad egy tábla, valahonnan, akár én is nyúlok neked egyet. És akkor szépen kirakod a táblára, hogy hívják, hogy mit tudom én, kérjük, fáradjon vissza később, vagy alszok, kérem, ne zavarjanak. Igen. Egy tök jó. Egy halálfejes tábla, egy Balázs arccal valami áthúzva. Igen, nagyon sok van. Következő. Vannak olyan helyek, ahol mondjuk megadják, hogy 9:30-ig van reggeli. Jó, és te 10-re akarsz, ezt tudom. Feri, nem, te azért mész egy szállodába, nem, hogy sokáig aludjál. Miért van 9 óráig reggel utána? Üresen áll az étterem egyébként délig. 9-től délután 1 óráig készülnek a reggeli az ebédre? Ebédet, igen. Oda van írva, 9 óra a reggeli, akkor te ne menjél 4:10-kor, mert az bárdolatlanság. Én érted? Úgy lemegyek 9:30-kor, és besurranok még az árt ajtón, és könyörgöm egy parizere zsemlér, és a gyereket tolom előre, hogy mondd, hogy éhes vagy. Sírjál. De nem így van. Nem, ezt nem adom. Hogyha benne van a szabály, ha te jelezd előző este, hogy jó napot kívánok, mi nagyon későn kelünk, lehet-e 9:30-kor reggelizni? Azt mondják, hogy igen, akkor reggelizzél. De ha ki van írva, hogy 9 óra, akkor szerintem ne. Tehát ha akkor már ne. Én nem megyek le nyilván 10 órakor, hogy jöttem reggelizni, mert zárva van, elpakolnak, tehát nem tudsz mit tenni. De miért ne egyél te 10 órakor reggelit? Mert 9-ig van. Jó, minden, nekem nagyon-nagyon sok van. Nektek még valami? Nagyon sok hallgatunk írja, hogy szállodában dolgozik, valakit visszajúg, meghallgatjuk adás után az érveket, jó? Írjanak nekünk nyugodtan szállodai dolgozók, hogy a felvetett érvekre, kifogásokra mi az érv tulajdonképpen. Meghallgatjuk őket. Gyereksarok az mi? Találkoztál már? Gyereksarok, ami konkrétan tényleg egy sarok. Tehát, hogy ki van írva, hogy a gyerekbarát szálloda. Gyerekbarát szálloda és gyereksarokkal. És nem tudod, hogy fotózták, mert egyébként nem látszik, hogy mellé van tolva egyébként egy ilyen újságos bódi, egyébként mellé van tolva egy minibár, egyébként ott lehet kapni. Ott van a recepció is mögött, és akkor a gyerekek így hogy nem tudod, hogy fotózták le az egészet, hogy mindez nem lógott be. És a szálloda igazgató gyerekeinek használt játékai vannak ott 2 darab. És mondod, értem, de ez nem az, amire önök gondoltak, tehát hogy ez nem gyerekbarát, de hát az van. És akkor azzal eljátszogatnak egyébként. De a gyereksarok lehet, hogy csak arra szolgál, hogy a gyereket lehessen hova beállítani, hogyha rosszalkodik, nem? Trükkös világítás a szobában, amit 3 nap alatt nem értesz meg soha, és a WC-be felkapcsolod az olvasólámpa, felkapcsolódik az olvasólámpát, lekapcsolod, felkapcsolódik a WC, és állsz hülyén, égnek áll a hajad, a feleséged ül, menjünk már le, és te kapcsolsz, nyomod. Ez itt villan, az ott villan, fölkapcsolva, olvasnál este 9 órakor, felnyomsz egy olvasólámpát, fölkapcsolódik a WC, átrohansz, lekapcsolod a WC-t, felkapcsolódik egy rohadt nagy állólámpa, annak nincs kapcsolója, lekapcsolod az állólámpát, az előszobavilágítás felkapcsolódik. Nekem ezt még soha nem sikerült megérteni. Ha a WC-ben felkapcsolod, akkor ráadásul elindul a ventilátor. Igen. Tehát nem tudsz tőle aludni. Azt szerintem, hogy azt valaki egyszer tényleg elmagyarázza, hogy ez kitalálta ki ezeket a szállodai komplex világításokat, nagyon nagy játék van abban is. Na jó, drága hallgatók, írjátok meg, hogy benneteket mi, ha szállodáztok, nyaraltok a családdal, mi az, ami kiborít. Ugye a szállodai dolgozókat tudjuk, hogy mi idegesíti, most panaszkodjanak egy kicsit azok. Ne, keveset reklamálok. Panaszkodjanak azok, akik tudnak szállodába menni, illetve szállodában dolgozók is hívjanak bennünket. Jó, 555-55-00 ez a telefonszám. Ákos hírei után jövünk már is vissza. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk, hogy vendég oldalról, ugye milyen, amikor az ember elmegy egy hazai szállodába, ugye jönnek az ünnepek, sokan mennek nyáron gyerekkel, családdal, és ugye a szállodai dolgozók már egyszer elmondhatták, hogy őket milyen vendégek idegesítik. Mi most arról beszélgettünk, mert egy honlap is összeszedte, hogy bennünket, vendégeket, szállodázókat, akár esetenkénti szállodalátogatókat, ha úgy hozza a munkád, vagy egyszer elmész a családdal, mert megteheted, akkor milyen kellemetlenségek fogadják az embert. Ennek ellenére nyilván szállodázni jó, meg nem arról van szó, hogy itt az ember már nem tud mit kitalálni, és panaszkodik közben, pedig ugye ott van egy wellness szállodába, de mégis az ember gyarló, és ha elmegy, ahogy az SMS-ekből is kiderül, egy szállodába, akkor bizony vannak dolgok, amik idegesítik, kik a kábelcsatorna, fizetőcsatorna létezése vagy nem létezése, kit a minibár,
kutatása, akit pedig a gyerek sarok. Ugye? Hát vagy mindenki a reggeli kávém. Mit akartál mondani, vagy a reggeli kávén? Hogy érdeklődve kérdezem, hogy mentek valahova hétvégén, hogy kezdesz ki hátrálni. Igen, hogy most hívott fel az egyik szállod, és felajánlott, nagyon jó szálloda. Nem, semmi. Na, és itt van Győző, aki dolgozott szállodában, ráadásul a Mirigyet Győző. Hello Győző, jó reggelt! Hellóka, látod, én is kidőlt a múltamból. Csináltál szállodában? Képzelni, recepción dolgoztam. Hát és közben ugye elvégeztem a szállodon vendéglátóipari főiskolát, ugye szállodaszakon, úgyhogy mondhatom, hogy szakértője vagyok a témának, bár azért 20 éve nem jártam ilyen környéken. Kivélem csak vendégként. Biztos nem véletlen, hogy nem ebből jössz. Egyébként röviden csak annyit az előző elhangzottakhoz, hogy tulajdonképpen a Balázsnak mindenben igaza van, és én egyetértek vele, mondjuk mint vendég oldalról, ugyanakkor a legfontosabb dolgot nem tudjátok. Szálloda tervezésén és ezt a szoba kialakításánál nem az a szempont, hogy jól érezd magad. Tényleg? Ott az a lényeg, hogy megfelelően kellemes legyen ahhoz, hogy te ott tudjál aludni, de a lehető legtöbb időt olyan helyen törzs, ahol el tudod tölteni a pénzedet. Nyilvánvalóan, ha te jól érzed magad wifivel a szállodai szobádban, nem fogsz lemenni a bárba, meginni egy kávét. De jó, tehát hogy ez tudatos, és sok ilyen azért nincs, hogy én mozduljak ki, menjek le a bárba, már ott ülök, wifizem, és igyak közben valamit. Aha. Nem szeretném szegény szállodásokat tönkretenni, de nem, egyértelmű a szálloda tervezését, tanultam, mert úgy kell kialakítani, és kellemes legyen a szoba ugyan, tehát nem mond, hogy bármi baja van, jó legyen, szuper, de ne akard ott tölteni az időd javarészét. Figyelj, nekem ez azért tetszik, mert pont ezért kértük a hallgatóinkat, hogy telefonáljon valaki, aki a másik oldalt elmondja nekünk, és nagyon jó, hogy hívtál, mert ilyenekre mi nem is gondolunk fogyasztóként, hogy ugyanúgy Vegasban a kaszi, mit tudom én, nem tudsz kimenni, meg nem tudod hány óra van, meg nincs természetes fény, a szálloda is tudatosan van felépítve, akár csak egy bevásárlóközpont, hogy menjél, illatot nyomnak, legyéléhes vásárolja. Hát lássuk be, nyilvánvalóan akkor nem akkor ingyenes a parkolás a szállodánál, ha egyébként bárhol meg lehet állni a környékén. Természetesen a szálloda parkolója egyből fizetőssé válik, ha sehol nem lehet megállni a környéken. Ez de is szép, okos, ez is okos. Aha. Ez nem egy bonyolult dolog, ehhez még az sem van, hogy iskolát kellene végezni. Na jó, de hát pont az lenne a vonzerő számomra, aki látogató, hogy az utcán kell parkolódíjat fizetni, de nálunk ingyenes, tehát szívesebben mennék oda, érted? Én biztos, hogy vagyok, biztos vagyok benne, hogy van ilyen is, de akkor ott a szállodárában valahol bele fog ez épülni. Tehát, hogy ez teljesen mindegy, de előbb-utóbb nyilvánvalóan, hogy te fogod megfizetni, hát, ez semmi baj nincs. Igen, de az nyílt kártya, tehát hogy ott legalább akkor tudod, hogy igen, benne van a pizsalán drágában szoba, de nem kell külön fizetni. Az mindig ez a külön bosszúság. Nagyon idegesítő tud lenni, amikor kiderül, hogy na ezért is fizetni kell, azért is fizetni kell, amazért is fizetni kell. Ez már egy természetesen ilyen alapon választhat szállodát, tehát megnézed, hogy a parkolás ingyen van-e, vagy a wifi a szobában, mindenhol ingyen van-e, és így választasz szállodát. Most már azért sokkal szélesebb a lehetőség természetesen. Jó, akkor nézzünk egy-két konkrétumot. Miért kell úgy bevenni az ágyat, mi a trükkje, hogy fel kell tépni a lepedőt, és ágy matracot letéped a keretről, és két ember fekszik, aki éppen, mit tudom, egy pászt, hát akar el. A kérdését, és az történik, hogy mind a ketten gyertyaállásba, felfelé nyújtózkodó lábbal tépik föl a lepedőt, mert annyira berakja a szegény kis takarítónő, akinek nyilván ez a dolga, és nem érted. Tehát az esztétikumon kívül ez miért fontos, hogy úgy legyen beágyazva, hogy ne tud használni a lepedőt? Ezt megmondom őszintén, mint felhasználó oldalról egyáltalán nem értem, másrészt a szegény takarítónőnek pontosan kivalad, vagy hogyan kell megvetnie az ágyat. Egyébként ezt a teljesen ugye, és én sem értem, sosem ezt pedig tépkedem szállodában, és meg vagyok tőle őrülve. De nekik? Szerintem igen. Külön megvan minden szállodában a standard, hogy pontosan hogyan kell bevetni, és akkor ezt le is ellenőrizzük. Reméletileg jobb szállodákban. De ők csomagolás technikát tanul, pedig először van egy csomagolás technikus, és az megmutatja a csomagolás technikát. És talán ezt le is ellenőrzik, hogy ez tökéletesen kivitelezve. Természetesen itt szállodában beszélek, nem a, nem tudom, az útszérinkben. Nyilván. Te nekünk valaki, hogy például a mini azért kell reggel 8 órakor csinálni, hogy az olyan vendég, aki egyébként ezzel csak látni, aki visszatölti a minibárt a Tesco-ból, ne tudja visszatölteni az őszi levet, és ezért reggel 8 órakor kopogni, hogy volt-e fogyasztás a minibárból. Ezt is tanítják, vagy ez ennek van valami oka? Ez egy kicsit, ez már ilyen marhaság. Egyéb iránt ez csak szintén egy másik technikai dolog, amit szintén is kellett tanultam. Elvétek, a minibár az sosem egy nyereséges üzem. Inkább csak arra törekednek, hogy ne legyen veszteséges rohadtul. Tehát előbb mindig többet vissza kell, és fogyasztanak meg, mint amennyi valójában számlázásra kerül. De szerintem, hogyha ez hülyeség, ottkor kell ellenőrizni, mert egyébként napközben ellenőrzik, hogy megitta, de természetesen az utazás napján, amikor oda mész a kasszához, hogy fizetni szeretnél, akkor hidd el, hogy ugrasztják a megfelelő személyt, hogy nézzem be gyorsan a szobában, hogy hiányzik-e valami a minibárból. A minibár csak akkor veszteséges, ha az irigy-mirigy lakik a szállodában, mert kipasztítják ezt az egészet. Bocsánat, a minibár nem veszteséges, akkor lesz nyereséges. Bár az annak lesz veszteséges, aki fizeti.
Igen, ez olyan nagy vonalú, amikor egy szálloda azt mondja, hogy ingyen van a minibár, nem tölti mindig vissza, de naponta egy töltés van, és azt mondjuk ingyen ihatod. Buknak egy őszilevet, egy almalevet, meg egy csokoládét, hát de mégis valahogy olyan szép az ez, nem? Hát egyébként bőven elég, én is voltam ahogy szállodában, hogy mit tudom, legalább volt friss víz, és azt mindig utána töltötték. És az egyébként, hát igen, de én mondjuk a palackozóra gondoltam. És az elfogadható, vagy tényleg legalább van egy üdítő. Ha 11 órakor kijön az illető a szobából, és te délben megérkezel, miért kell még 3 órát várnod, hogy becsekkoljál? Na, nagyon szép, ilyen szépen megfogalmazott kérdések. Egyébként, hogy onnan megyünk, hogy reggel 8-kor az is marhaság, hogy fölébresztelnek egyébként, de ettől én is idegbeteg vagyok, ha kopognak 10 előtt, azt nem találom elfogadhatónak. Nyilvánvalóan, ha azt tudják, hogy mikor utazok el, tehát a 10 előtt az még szeretnék, lehet, hogy akkor megyek le reggelizni, és igenis legyen 11-ig reggeli. Ugye? De ne, ugye, ha ki van ez, írva, mi az a 9 óráig van a reggeli? Hát ki van írva, hogy 10-ig van reggeli? Szintén pénzügyi okai vannak. Most gondold el, hány ember kell ugráltatni reggel 7-től, ha 11-ig van a reggeli, és arról nem beszélve, hogy azért a párizsi szélei óránként megpöndörödnek, tehát fordítgatni kell. Vagy körbevágni. Figyelj, de nem azt mondta, hogy cserélni tálon fordítani. Fordítani. Jaj, de szép. Fölpöndörödik a szél, akkor meg kell fordítani. De utána már minden az is fölpöndörödik, tehát 2 óra se van, tehát túl nagy az intervallum. De most egy pillanatra komolyra fordítani, tényleg van ilyen nyelny, hogy fordítsa sajton, fordítsa felváton, kicsit tedd át az uborkát, tehát nyilván ezek kulisszatitkok, de hogy van ilyen? Én hallottam már ilyenről. Jaj, de szép. Ez azért a vendéglátásban ugye sok. Nem van nyilván erről, ez egész napokat lehetne beszélgetni, de ez is hozzátartozik. Hát, azért mondom, hogy ennek is pénzügyi okai vannak, hogy szűkítik ezt az intervallumot, amit reggelizni lehet emberben, mind anyagban, stb. A reggel megmaradt dolgok estére bekerülnek a vacsorához? Hát talán ez egy kicsit jobb fázában durva, én mindig mondom, hogy vannak egységek között, csillagban különbség, el tudom képzelni, hogy azért ügyesebben kezelik a dolgot. És mondjuk abból fasírt lesz vacsorára, de ez azért nem. A korlátozott wifi az csak akkor ez, hogy a minibár. Tehát, hogy menjek ki, vagy nem is a minibár, hogy menjek le a szobába. Ugye, vagy a szobából mozduljak ki. Minden arra irányul, hogy lehetőleg ne töltsd az idődet a szobába. Hát ha mondjuk, ha wifi van csak a halban, akkor nem mész. Nem fogsz ott ülni, kérsz már legalább egy vizet. Na jó, de azért megyünk össze, aki megy el szállodába wifizni. Tehát, hogy csak azért, hogy wifi legyen. Hát azért mész oda, hogy pihenjél, hogy jól érezd magad, hogy olyan dolgokat csinálj, amiket otthon nem csinálhatsz. Wifizzek. De azt megint csak nem a szállodában csinálod. Tehát ezt most vegyük, hogy akinek ez problémája, az se a szobába csinálja. Tehát azért mész a szállodába, hogy szépen aludjál, és menjél minél hamarabb onnan. De ez így nem ennyire nyilvánvalóan. Ha lehet, nem menjél, inkább náluk törzd el ezt az időt, vagy a pénzt, de semmiképp szobába ücsörögve. Ami előkerült még a mai reggelen, az a fizetős tévés szolgáltatás. Hogy miért nem lehet 40 csatornát odaadni, ha már kifizetsz valamennyi pénzt? Tettem, hogy ebből is pénzt keresnek, de miért nem nagy lelkű annyira egy szálloda? Ezt én sem tudom. Egyébként ennek így nem ismerem a hátterét, szerintem ez szintén megint csak összeg, biztos úgy kell fizetniük a csatorna mennyiség után, és ez sokkal jár, és úgy érzik, hogy ott szintén ne a tévét nézegesd a szobában, biztos vagyok benne, hogy mindennek ez a hátsó mozgató rugója. Egyébként én is azt gondolom, hogy manapság azért már legyen tévé a szobában. A szállodában mindig vannak ajándékboltok. Igen. Nagyon jól menne. Ott miért nincs óvszer? Hát ezt nem tudom, lehet, hogy boltja válogatja. Én szállodában dolgoztam, én azt mondtam, hogy olyan nincs, vagy valami nincs. Tehát szerezd meg! Én még olyankor dolgoztam, azért most már 20 éves távlatban van, amikor nem volt éjjel-nappal nyitva semmi, maximum egy darab étterbe tudtam, hogy nyitva volt, de ha éhes volt a vendég, nem mondtam, hogy nincsen, szereztünk. Figyelj, neked recepciósként egyébként, ha jött a szálloda vendég, és azt mondta, hogy kell csaj, vagy kell két csaj, akkor azt te tudtad, taxi, nő, tehát ez nekem dolgozott a Wiki Huga recepción, például a magyar szálloda, mert pontosan megvoltak a bejáratott vonalak, hívni kellett, tudta, intézte diszkréten, tehát ez egy recepciós álláshoz egyébként hozzátartozik. Kicsit nem? Konkrétan futtattál csajokat? Konkrétabban nem, mondjuk így, de tényleg, tehát ezzel így nem folytunk ebbe bele, hogy futatni. A vendég, ha hozott, akkor kifizettettük a plusz vendégfelárat. Hát ez volt az összes. Igazi korrekt. Egy ágyat szobában hozott még egy főt, ott kérem szépen, ma este 2 fő volt, az engem nem érdekelt, hogy utána mind meg, hogy meg mennyi, meg miért. Hát nézd az irigy-mirigy fellépéseit elnézve, gyakorlatilag én azt is el tudom képzelni, hogy te magad öltöztél benni. Hát, ez akkor még nem volt ennyire. Kérem szépen, én rendes tisztességes fiatalember voltam még régen. De elmúlt. Igen. Én csak a recepciót hagytam ott egy egész éjszakára, mert fellépés volt, nem tudtam már megoldani, de egyébként semmi. Van olyan trükk, amire nem keresztünk rá, és még eszedbe jutott? Mert nekem ez az menj ki a szobából és költs pénzt trükk, ez nagyon tetszik. Tehát az emberi nem is gondolja, hogy milyen tudatos átverés
célja egyébként? Vagy... Én ezt nem nevezném áterésnek, hát ez nyilvánvalóan a szállodának az marketing érdeke. Semmiképpen sem. Meg egyébként azt mondhatnám, hogy a vendég, én úgy mondom, a vendég átverve nincsen. Természetesen van, hogy tudatosan. Tehát, hogy ez ilyesmi nincsen, minden azért, hogy a vendég jól érezze magát, én is mindent elintéztem, természetesen azért, hogy én is jól járjak, de nem küldtem. Aha, a szállodások elkapták. Hanem azért küldtem olyan helyre, hogy biztosan jól érezze magát, és nyilvánvalóan az nekem sem rossz. Tehát azt mondom, hogy alapvető cél semmiképpen sem a vendég megkárosítása, de nyilvánvalóan a cél ez egy gazdasági tevékenység, hogy jól érezze, vagy hogy a szálloda igazgató, illetve a vezető, vagy a tulajdonosnak is meglegyen a bevétele. Persze, hát húzzunk le annyi bört, amennyit tudunk. Persze, nagyon jó. Győző, köszönjük, hogy elmondtad ezeket, nem is tudtam, hogy te egykoron szállodáztál így, még a mirigy előtt. Köszönjük szépen, vigyázz magadra. Ciao. Szia Győző, köszönjük, hello. Olyan jókat mondott, nem? Nem tudtam, hogy ő szállodázott. És látod, hogy eszembe jutna ez a dolog például, hogy jó legyen a szobát, tetszen, de ne érezd benne jó magad, mert ha nem költesz. Gyereki a szobádból, igen. Drága hallgatók, köszönjük az SMS-eket, tudjuk, hogy szakadozik az adás, nem van a hiba, hanem különböző átjátszó tornyokban, úgyhogy ezen dolgoznak azon szakemberek, akik ehhez értenek, nálunk itt a rádióban minden rendben, kifelé megy az adás, az átjátszó tornyoknál egy kicsit akadozik, és emiatt nem szólunk mindenhol úgy, ahogy kellene, de köszönjük az SMS-eket, tudunk róla. Megyünk tovább, itt van a játékosunk, és hármasugrás, játsszunk már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Akkor fuss neki. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello! Andi vagyok. Elnézést, a hangom van, kicsit nátás vagyok. Ne csinálj, semmi, nem baj az. Andi, hol vagy? Merre vagy? Tehát már Tiszaföldváron vagyok, egyébként Örökös Miklós vagyok. Tiszaföldvár. Szakadoztunk, vagy ott jól szólunk? Szakadoztatok, én meg már majd letértem az autóantennát, előre hátráálltam, mondom, úristen, nem hallom az adást, mondom, mi van. Igen, ez többen érdekel, hogy ütik, verik az autórádió. Elindulatják, tekergetik, tépik az antennát, de nem nálatok van a hiba, úgyhogy igen, dolgozunk. Dolgoznak akkor rajta pontosan. Okay. Jól van. Mivel foglalkozol, Andi? Fodrász kellett vagyok. Fodrászokhoz, kozmetikusokhoz járok. Árut terítek. Póthajat és viszel, vagy műhajat? Igen. Az nem műhaj, elnézést. Van műhaj, hogy... meg póthaj. Világos, értettem. Nem akartam különsíteni. Hát a műhaj az egy műszábból elkészített, nem mondok, csúnyát élőadásban. A póthaj meg igazi? Az igazi haj, persze. Igen. Ez igazi, valakinek levágják, és ott meg lehet csinni. Nekem például 200 hajam van, ha fölteszük, akkor már van 5, és akkor abban mutatok valamit. Igen. A póthajjal nem az a baj, ahogy kinéz, mert azt egyrészt szerintem rájössz, hogy póthaj. A póthajjal a legnagyobb baj az, amikor így fogod a nőnek a fejét, így megsimogatod, és így érzed, hogy itt még hátul sima, és ahol föl van varva, ott nem egy ilyen igaz. Kis badacsony így nem kijön, igaz. És utána így megy tovább, nem. Tudod, és így úristen, nem. Ott a póthaj, megfogtam nem. A varrást. Érzed a varrást? A varrás. Nekem mikrogyűrűve volt. Feltévezzük, más technika. Én nagyon szerettem. Hát a mikrogyűrűzés. Na, de én nem szeretem, ha turkálnak a hajamba, meg eleve utálom, ha hozzáérnek, úgyhogy nálunk ez nem probléma a családon belül. Aha. Tehát nem. Ráverté mindig a férjed kezére. Nem kellett, ne tudja, hogy hajhoz nem nyúlunk. Tényleg? Nem lehet? Hát és akkor Nem. Semmilyen esetben nem nyúlhat a férjed a fejedhez? Hát nem, tudom a dolgomat, úgyhogy Hát nem is erre reszte. Hát azt hiszem, arra gondoltam, hogy a hájsz, akkor hát fogja a fejed. De hát én ezt a műsort, tudom, hogy nem megyen a műsor. Aj, de jó vagy. De jó vagy, pedig milyen diszkréten kérdeztem. A kutyafádat, de jó vagy. Bizony, nehogy karciol fül legyen a vége. Én kérdezhetek egyet csak. Na, kérdezz. Hát utána Andikám. Akkor nem várom el a választ. Na. A második gyermeked nevét tudhatom. Karcsi. Komolyan mondom, hát annyit bántottak minket a Bennett miatt, úgyhogy arra gondoltunk, hogy... Igen, az én gyerekem Bennett, 7 éves, és amikor megmondom, hogy Bennett, akkor mi a válasz? Ja, a Sebestyén Balázs gyermeke is Bennett. Mondom, tényleg, de az én 5 éves, vagytok. Az enyém 7, igen, vagányos vagyunk. A másodikat nem fogom elmondani, a Bennett a 300 valahányadik volt, és ő följött az 50-edikre, miután mi elmondtuk, úgyhogy nem mondom. Karcsi, nézd a kis Károlyt, mennyit ő... Meg a párom tudta, és senki más nem tudta, meg nem született. És hány gyerek van? Egy, és nem is lesz több, azért, hogyha megmondanád a másik nevét, nem veszem el. Mint a Karcsi. Mágua. Nem lesz. A kis Mágua. Benettünk van, imádjuk. Ő se szeretne testvért, mindegy. Nem akar testvért? Nem. Nem kívánság műsorz. Istenem. Nem. Az jó, ha a gyerek mondja ki, hogy nem akarok, akkor a lelkiismeretedről egy kicsit így leveszi a hangsúlyt, és akkor nem érzed azt, hogy kellene neki egy testvér. Nálunk a Beni nagyon mondta, hogy nagyon szeretne, és miért nincs. Hát Beni soha. Nálunk Beni soha. Aha.
És hát de ebben én nem is nálatok lakik, hanem Balázsnál. Mondjad, Andi? Tehát ő ezt mondta is, hogy neki nem kell. Akkor volt, hogy mondtam, hogy na akkor én lehet akkor terhesek, de csak hülyeségből így ránézett, akkor ő megy a szobájába és pakol a bőrömbel itthonra. Mondom, nem igaz, ez menő, ez menő. Figyelj, minden nap mondja, amíg nem lett állapotos a Viki, terhes, addig kérdezte, hogy neki miért nincs, megállt a babakocsiknál, nézte, figyelj, egyébként szóval, hogy döbbenet, és akkor az ember azt gondolja, hogy ettől nem akarja a gyereket megfosztani. Halálosan jól el lett ültetve egy gyerekkel. És gondolok, hogy csak le kell feküdjünk, akkor meg ez kutyapályát. Benik, én más a szobában, apád anyád dolgozik. Hát nálunk Beni meg érdekes, mert annyira aranyos a kicsikkel, tehát fiú léttére annyira ilyen, vigyázz rájuk meg, tehát én is ezt így elnézem, de én is egy kicsit önző vagyok, azt gondolom. Tehát ez ilyen hármas nálunk, ilyen három nem. Ez tök jó, tök jó. Abszolút tudok veletek azonosulni, igen, nálunk is az áldott állapotot, annak azt nevezzük, amikor Móni nem terhes. Gyerekek, én is azt mondom, áldott állapot, persze, csináld végig, aztán hajra. Mondd, hogy áldott állapot. Hát igen, igen. Újra kezdeni mindent. Nem, mert amikor elhoznak egy kisgyereket, édes, aranyos, üvölt, anyuka úgyis hazavisz, hát nekem a kedves, elviszik egyszer. Tök jó, figyelj, nem jött hétvégén, én annyira szeretem, hogy gyerek vagytok, de komolyan mondom, én megőrülök ettől a... Érdekes, hogy nagyon sok mindenben egyformán gondolkozunk. Nagyon, a miénk nem sír, a miénk nem csinál semmit, a miénk fél évesen szobatiszta, beszél, nem pisil, eszik, végig alussza az éjszakát, semmi baj nincs, 8 éves, már beszél 3 nyelvet. Örülök az ilyen szülők. De ha nem sír egy gyerek, csak akkor nehéz elhinni, hogyha a tiéd nem ilyen. Kamuzik, hát kamuzik, kamuzik, hát nálunk egyik se sír. Újszülötten, hagyjuk már. Újszülött, igen, és lennász a játszótérre, a miénk 3 napos, és végig alussza az éjszakát. Nyilván, persze. Gyere át majd a következőnél, megmutatom. Hát 3 óránként eszik egy újszülött. Hogy alussza végig az éjszakát 3 naposan? Hogy? A 3 óránként eszik? Az oké, hogy 3 órákét föl kell megszoptatod, az egy történet. De hogy sír, egyébként... de el kell, vagyis nem alussza végig az éjszakát. Ne hazudjuk már a játszótéren anyukák egymásnak azt, hogy végig alussza az éjszakát. Az egy természetes folyamat, hogy 3 óránként eszik. Tehát jó, de nálad a kolbászt lógott a szájába a gyerek. Ez így igaz. Ez tehát olyan nincs. Én is azt mondom, ha este 10-kor eszik, reggel 6-kor kell fel, ott probléma van. Tehát akkor nem evett egész éjszaka, és 3 óránként így van, neki enni kell. De mindegy, ez régen volt, 7 éve. Én túléltem. Szerintem jó, hogy nincs második nálatok. Jó, én is azt mondom. Én nagyon bírom, hogy ilyen vagy. Na, én nagyon szeretem, hogy te ezt ennyire őszintén nyomod. Mit csináltok itt végén? Iszunk valamit, összeengedjük a gyerekeket. Ugyanannyira távolság. Na jól van, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nézem, nehéz. Az jó, mert soha nem tudom. Második, harmadik szerintem picit nehezebb. Jó, meglátjuk. Mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés nyakba akasztója. Hogy hívják Bennett második gyermekét? Mágua. Hogy nevezik az oroszok hagyományos háztartási vízforraló eszközét? Talár. Azaz. A kicsi szakadt oda, az volt, jó volt. Jó van. Szamovár. Azaz. Bármit is mondtál, szamovár. Szamovár, így szamovár. Jó. Szamovár. Aha. Így szól a második kérdés, sapka sálért. Ez új ajándék, és nagyon szép. Az USA melyik államában található Malibu? Malibu, úgy segítek annyit, hogy így van. A nyugati oldal. Hogy megmondod? Malibu. Kalifornia. Az ügyes van. Minden tudsz. Mi őszinte szülők, tartsunk össze. Így van. Hogy rázza a fejét. Tehát a harmadik nehéz. Harmadik nehéz? Mondom neked már is. Ha Malibut tudtad, neked már semmi nem nehéz. Nem lesz nehéz. Szerintem tudható. Nem tudom. Hát akkor állj meg. Na. Hát meg. Nem. Azt gondoltam, hogy egyiket sem fogom tudni, mert soha nem tudom. Mondom, na jártok. Jelentkezek, beégek, nem baj. Ha sokat tudsz ecske gyorsítókról, menni fog. Igen, ezt, és az elméleti fizikáról. Igen. Nem. Megállsz? Nem. Meg, igen. Jó. Igen. Okker, akkor küldjük neked a sapkas állat és a nyakba akasztót. Nagyon köszönöm. Jó? Nagyon köszönöm. A hétvégével kapcsolatban pedig hívunk. Megbeszéljük. Hogy megkapajon. Ciao. Nagyon köszönöm, és kellemes ünnepeket nektek. Nektek is. Ciao. 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 Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 1 perccel, gyerekek, lánykérés a hírek után. Sunny Roland már a helyszínen, és hát jövünk egy romantikus, igen, reméljük, jövünk egy romantikus lánykéréssel, úgyhogy ezzel folytatjuk Ákos hírei után. 4:10 múlt, pontosan 1 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Jani, hello Fert, jó reggel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, reméljük már nem szaggatunk, a hiba nem nálunk van, amit drága Gyulánk már a tetőre is fölmászott, mindent átnézett, lezavarta a hótaposóban járkáló
munkásokat a tetőről, de nem itt van a hiba, hanem egy antennánál egészen egy pontosan. Egy megcsúszásnál szétzilálta a cserepeket, fejjel lebolintotta a kéményt. Igen. Úgyhogy nincs nap. Márhogy nincs nálunk szakadás, de ha valahol szakad, akkor tudunk róla és dolgozunk. Az ügyön, ami a legfontosabb, hogy nem a ti készüléteketekben van a hiba, hogy szokták mondani, mindenki rángatja ki be a fülest, újraindítja a telefonját, törli, letölti újra az alkalmazást, üti a laptopját, szétveri az autórádiót, de nem nálatok van a hiba. Tehát de nem... mivel az adás most is szaggatott, ezért ők pont azt hallották, hogy a ti készüléketekben van a hiba. Igen, többször mondjuk említ. Nem. Gyerekek, szétnyúznak ezzel a retro nappal. Akarják, mi szeretik, lájkolják. Kész vagyok, most éppen Skipén küldött nekem egy barátom üzenetet, hogy mondjam meg, hogy mikor lesz, mert az ő kolléganői szétnyúzzák, hogy mi legyen. Mondjatok valamit. Hát... 22-23, és akkor megcsinálod egyedül sok zenével. Én a 23-at letolom, mint Dévényi Tív bácsi, ledidzséskedek itt egyedül. Mi van ma? Ma van harmadika, az még 20 nap, az nagyon messze van. Így van, addig bármeddig belefér. Legyen előtte? Akarod? Látom, hogy csillog a szemed, hogy előveheted simán a lemezeidet. Lelkek, nekem a track lista bekészítve. Ott van már az asztalomon, 10 darab CD, 100 darab számmal, úgyhogy... Hát ne úgy zárjuk az évet, ne az legyen, hogy mit tudom én, de 23 kedd. Jó, legyen akkor karácsony előtt, de a karácsony ez meg már annyira nem illik, hogy what is love... Akkor illik igazán. Egyébként írt a Hajdú Peti, nem tud magyarul a Hedővé. Hogy merült fel Hedővé ikor a reggel? Ja, hogy annyit van már a katáikkal, hogy tud-e magyarul. Hát meg volt a What is Love. Igen, ja tényleg leadtuk a What is Love című számot, de nem tud magyarul, Peti írt. És a közös programok, a családdal, ott mi van? Hogy kommunikálnak egymással? Hát gondolom angolul, vagy svédül, vagy nem tudom milyen. Hedővé. Csirkét még, Hedővé? Csirkét. Csirkét kérsz még? Süket vagy? Kérsz még csirkét? Hát ez egy reka. Na, szóval akkor december leütjük? 23. Lehet. December 23. Jó? December 23. December 23. Hát hiszen ott van a 10 CD 100 számmal. Gyerekek. Vagyok nincsenek kihasználva nagyon. Figyeljetek, a retrónap miről szól? A retrónap arról szól, hogy már nem nagyon témázzunk, sok zenét hallgatunk, kicsit elmélázunk arról, hogy mi volt akkor, amikor az a dal népszerű volt. Hát én nem nagyon témáztok, de mi azért? Hát én már ugye otthon leszek a gyerekkel, a kis pulyával, ti pedig itt majd adjátok a bali. 80-as, meddig megyünk? Így 90-es van. Évek közepe? Szerintem még. Még vágjátok csak magatok alatt. Persze. A fát. Nem érdekel. Ne. Akkor nyilván vágjuk. Ha te nem jössz be 23-án, magunkra hagysz bennünket a bajban. A mondva csinált ügyel, hogy van egy gyerekes pluszban. Soha nem szólt még kereskedelmi rádióban a Benedict Remains-e a Sepultúrától. Nem te is jó, fog, csak a testemen keresztül. Nem leszel itt, hát értsd meg. Nem. Gyerekek, mondjátok meg, hogyha ennyien szeretik a rockzenét, egyébként én is, tehát imádom, amikor Hooligans van, amikor Bon Jovi van, amikor soft rockot nyomunk, nyilván Sepultúrát, Metallicát sajnos nem tudunk. A Metallicát tudnánk, még szoktunk is, azért. Volt már a reggeli rockrovatban. Most majd lesz 10 előtt is. 4 órán keresztül azért higgyetek elkapcsolási faktor. Hidd el, hogy nem. Most ugye úgy kell gondolkodnod, hogy van mondjuk 4 millió hallgató. Abból szereti X a rockzenét. De nem azt kell nézned, hogy mennyi szereti. És most úgy tűnik, mintha én beszélnék a rockzene ellen, pedig én örülnék, ha a rádió is több rockzenét játszana. Jobban szeretik egyszer a rockot, mint 20-szor az Avancsit. De van, aki 20-szor jobban szereti az Avancsit. Tehát higgyetek, hogy tömegben kevesebben vannak, akik szeretik a hörgős, röfögős rockzenét, mint akik azt kapják, hogy tüdüdüdüdüdü. Igen, csak nem hörgös, röfögöst hozunk. Igen, rendes. Semmit nem hoztok. Tehát, hogy de aranyosak nem vagytok. Vagy itt, tehát, hogy érted? Annyira cukik vagytok, hogy ti még reménykedtek, vagy lesz majd 4 óra, amikor rockzene szól. Te ott fogsz egy síró gyerekkel a váladon büfisztetni reggel 6-tól. De be se kapcsolod a rádiót, mi meg addig majd zsiványkodunk. Na jó, van lánykérdésre rámegyünk? Persze. Ugye már 2-n túl vagyunk, és... Most jön a harmadik. Most jön a harmadik. Csak köszi. Mit tudunk a mai emberünkről? Még nem sok. Az egyik hölgy, a másik pedig férfi. Aha. Tehát klasszikus felállást így van. Fogunk hallani egy meg. Egy tradicionális. Ma kicsit maradi. Így van, de... A gyerekek mindjárt elmondja ő. Jó, az a legjobb. Elmondhatnánk mi, hogy mióta vannak együtt, miért szeretné megkérni a párja kezét, de hát mondja el ő. Mm-hmm. Hívjuk Rolit, ami száguldó riporterünket, és elmondja, hogy mi a helyzet. Itt van Roli? Ez szerelem pápája. Rolikám, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt! Itt vagyok, harmadik alkalommal, lehet 100%-osak leszünk így 3 nap alatt. Jó, Rolikám, tudod a jelszó, több romantika.
Több romantika. Rolikám, még több romantika. Tegnap már alakultál, ma még többet. Több kupidó. Na, ki az áldozat? Hogy hívják? Itt áll mellettem Feri. Több romantika, ki az áldozat? De szép kontraszt. Szóval, hogy a mai áldozat Feri, aki itt áll már mellettem, 38 éves, a kedves párja pedig a Brigi, december 13-án lett. Mit mondtál, mennyi Feri? 38. Mindig 38, úgyhogy akár születésnapi meglepetés is lehet mindez. Ma, ami tudni kell rólad, az az, hogy csomó rossz dolog történt veled ebben az évben, a mindenki. Így van. Igazából meghalt édesapám, ez a legrosszabb dolog. Pár évvel ezelőtt érni egy nagyobb dolog, leégett a házunk, ezt már azóta újraépítettük. Gyakorlatilag ennyi egy kicsit, hogy az évben mély repülésben voltunk. Ezt szeretném egy kicsit kompenzálni, illetve feltenni a koronát az évre. Picit megint rosszul hallunk, Roli, hogy megint a szettel vagy mi történik, hogy nem hallunk? Nem, most teljesen telefonnal vagyok, úgyhogy ha valaki, valami kimaradás van, akkor azt köszönjük a szolgáltató. Lehet, hogy akkor a szolgáltató. Na, Feri, mesélj egy kicsit arról, hogy mióta készülsz erre, hogy nem történt eddig meg, beszéltetek-e már erről, hogy milyen jó lenne, ha te megkérnéd a kezét, esetleg ő felvetette már ezt neked? Szóba jött-e már? Mesélj erről egy picit. Hát hiába mondanám, hogy nem beszélt, úgysem hihető ez. Egy nőnek mindig fontos ugye az esküvő. Beszéltünk róla régebben, azt mondom, hogy jó néhány évvel ezelőtt, utána születtek a gyerekeink. Nem akartunk egy ilyen, azt mondom, hogy a átlagos dolgot, hogy akkor most a gyerekek miatt összeházasodni, és utána szépen ez lecsendesült, és utána már ő sem említette, illetve bennem utána erősödött fel az elmúlt időszakban. Az mit jelent, hogy nyilván értem magát, hogy mit jelent az, hogy az embernek leég a háza, de ez effektíve úgy kell elképzelni, hogy volt egy házatok, egy kis szerelmi fészek, és az egyszer csak porrá égett, és ki kellett onnan költözni, szülőköz menni, és nem volt ház, eltűnt? Ez úgy néz ki, hogy egy családi háznak a tetejét, tetőterét csináltuk meg én ikerházzá, és amikor hazamentünk, már csak a tűzoltójegyzőkönyvet kellett aláírni, felindult a lépcsőn az ember a lakásába, és az eget látta. Tehát gyakorlatilag az összes emlék odáig volt, nem is az anyagi dolgok, hanem az emlékek, az összes fénykép, az összes felvétel, kis cipőktől, az első kis cipőn kezdve, talán most te is át tudod jobban érezni, minden oda lett. Tehát gyakorlatilag néhány dolgot tudtunk megmenteni. A nulláról teljesen nulláról kellett kezdeni. Hova mentetek, vagy hol laktatok utána? Ez egy családi ikerház és a tetőtere volt. Egy darabig leköltöztünk anyósomékhoz, akik beáztak ugye az oltás meg amit tudom, miatt, de úgy ítéltük meg, hogy együtt kell a családnak, együtt erősítsük, mert mindig egy kicsit valaki elhagyta magát, és a többiek visszahúzták, ugye, és így könnyebb volt. És ez egy éven belül történt? Tehát édesapád halála és a ház leégés? Nem, a ház leégés az 3 éve, most volt a 3 éves évfordulója októberben, és édesapám pedig idén márciusban halt meg. Hát akkor azért ezek valóban kemény évek, ahogy mondod. Ez mindenkit nagyon megterhelne. Mivel foglalkozik a párod? Óvónő. Óvónő. És most beszéltetek már a vezető óvónővel, hogy be tudunk-e menni? Én nem beszéltem igazándiból. A kollégák már minden le van beszélve az óvónővel, aki már vár minket. Azt mondta, hogy mihelyest meg vagyunk, és mihelyest hívszok, mehetünk egyből be. A Brigi, aki egyébként Ferinek a kedves párja, és remélhetőleg igen fog mondani, pedig semmiről nem tud. Egy ilyen mini csoportban van 5 gyerkőccel, akik kicsik, tehát hogy 3-4 évesek. Igen, 3 évesek, a legkicsik talán még kicsik, 3-4 évesek. Ez egy gyakorlatilag az óvodának egy ilyen nulladik csoportja, olyan kis csoport előtti. Aha. És két gyermeketek is van, jól értettem. Zsófi, Nóri, a Zsófi most ott ül az iskolában, és megengedték neki, hogy a rádió mellett. De tűnik. Édesen ő hallgatja most apát, hogy mit mond. Hogy mikor és jövök én. Amit még nem mondtál el, hogy egyébként 20 éve vagytok együtt. Ja, igen, tehát pont idén vagyunk 20 éve együtt, úgyhogy ez egy ilyen jubileumi évforduló, és kicsit szorongatom a lapot, itt van egy ilyen kis firka a kezembe, amilyen segítség, leírtam egy pár sort, hogy
Kit igazából egy pecni tönkrement, én pedig a Feri szorongatom a karját, hogy valami bátorságot öntsek bele, mert nagyon fél. Na, fölírtál néhány mondatot, hogy mire tél állítani? De helyes vagy. Fejből mondom, de a részét egy papírra, másik pár mondatot meg a kezemre sikerült, hogyha nagyon puskázni kell, akkor ne legyen feltűnő a papír. Vigyázz, ne izzadj, mert a kézen úgy akkor elmosódik. Igen, már a fele nincs meg, de... Figyelj, nézd le nyugodtan, az nem baj. Tehát ha választani kell, hogy az ember besüljön, vagy inkább puskázzon egy kicsit, akkor nyugodtan nézd le, olvasd föl, mondd el neki, szerintem ő úgyse erre fog emlékezni, hanem arra, hogy bementél hozzá és megkérted a kezét. Jó, Rolikám, tudunk akkor mindent Feriről, ez egy megható, nagyon szép történet, most már csak az kell, hogy igen legyen, megérdemelnétek, azért az szerintem mindenki számára kiderült, nem volt könnyű, nincsenek könnyű évek mögöttetek. Menjetek akkor, jó, közvetítsél, hogy hol vagytok, még egy pillanatra álljatok majd meg az osztály előtt, ha ott vagytok. Dunakeszin vagyunk, tehát ezt elárulom, nyilván nem hallgatja Brigi az adást, elindulunk befelé. Hát ahogy egy óvoda kinéz, itt álltunk egyébként a játszótéren eldugva, mert nagyon kicsi az épület, és hogyha bementünk volna, akkor nyilván kiszúr minket. Most megyünk fölfelé a lépcsőn, mellettünk ilyen évelő növények, minden szép zöld, ahol is, most nyitom ki az ajtót, jövök be. Mindenhol gyermekrajzok, Lotti, Dávid, Csongi, Tumák, kérjük az ajtót becsukni, és jön az Adél, itt az Adél, azt mondom, maradjunk csendben. Lejöttünk, gyerekkabátok, gyerekcipők. Arra cikkbe, hogy nem érdekel. A karácsonyi próba. Várjál, Roli! Csoport. Igen. Meglátott benneteket? Nem, be van csukva az ajtó. Ja, jó. Halljátok, megy valami zene. Igen, csak megijedtünk, mert elment a térerő, és az vissza akartalak hívni, de akkor vagy, most újra vagy, úgyhogy hallunk, jól? Igen. Na, akkor most jön a pillanat, itt vagyunk mindannyian az ajtó előtt, folyik a karácsonyi próba, és akkor most benyitok az ajtón. Jó. Na, látjuk, hogy mi történik. Édesek most énekelnek. Hajták, na gyerünk! Sziasztok! Egy kicsit kikapcsolhatjuk a zenét. Sziasztok, gyerkőzök! Megkeresem azonnal. Hogy kell kikapcsolni? Hogy kell kikapcsolni? Kapcsoljuk ki azonnal. Megtörtén. Na, hát sziasztok, gyerekek! Szia, Brigi! Jól mondom, Brigi vagy, ugye? Igen. Jó, közben intézkedünk, a gyerkőcök öten vannak, nagyon aranyosak, nagyon picik, itt vagyunk bent az óvodai helyiségben, szobában, nem tudom, hogy mondják. No, azért jöttünk, mert van nekünk egy ilyen akciónk, játékunk, akármi, és innentől kezdve én nem is mondok semmit, átadom a szót a kedves párodnak, aki tud, hogy imád téged, és nagyon izgul. Jó, igazán, Dibor, én azt szeretném csak mondani, hogy... Van egy olyan dolog az életben, amit sokkal régebben meg kellett volna tenni, de rádöbbentem, hogy most itt állok előtted, és akarom mondani, inkább térdelek, hogy jó, bizonyítékkal szolgáljak arra az érzéseimre, hogy amit érzek irántad, vagy amit már mondtam neked régebben is, hogy őrült kölyökből nyugvó vadállattá tettél, létemből fakadtás, lényem része lettél. Jó. Szeretnék igazándiból tedd a kezed a szívemre. Szerintem. Jó. Ezzel ez a szív kérdezi most tőled, hogy hozzám jössz a feleségül. Nem jösszed, 20 éve vagyunk egy. Nem jösszed. Jó, és fogadj el tőlem ezt a gyűrűt. Jó, szerint. Még nem mondta ki. Ki mondta? Nem még, várunk. Nagyon szikiád, olyan úristen. Igen. Na, megvan. És most már csuk és nagy ölelés. És Feri végre megnyugodott. De még mindig remek kicsit a kezem. Na, hát a leghelyesebb történet a három közül. Bekönnyeztem. Igen. Nem tudod, hogy lejárták, vagy most hol van? Ez most élő adás van egyébként a Klassz FM-en, csak hogy túl. Szia, Brigi! Jó reggelt! Hello, morning show! Feri, Janás, Jani Balázs, hello, ciao! Balázs! Hello! A lány kérésnek nem örült ennyire, mint a Balázsnak. Kicsit izgultunk, hogy nem mondott ki. Igen. Térek magamhoz, nem nagyon
Az a helyzet, hogy a Feri kibeszélt magából minden, most nem tud mit mondani, egyszerűen csak ő leli a Brigit. A Brigit pedig csak néz is, picit könnyes a szeme. Mondjuk a Ferinek jobban. Jaj, de jó. A Brigit szólaltásuk meg, hogy vagy Brigi? Hello, jó reggel, szia, na mit szólsz? Hát nagyon meglepődtem, 20 éve vagyunk már együtt, meg ide az óvodában, meg azt nem tudom, most inkább olyan, nem tudom. De ennél jobban be se tudnál lenni a sarokba, nyugi, gyere már! Hát folyamatosan hátulnak. Figyelj, ha már lánykérés, annak így kell megtörténnie. Tehát egy sima, csendes őszi délutáron otthon is jó, de így bemenni az óvodába, és 20 év után egyszer csak a párod megjelenik egy rádióstában, hát ez igazából így kerek. Kicsit gondolkoztál, hogy mit mondjál, vagy csak meghatódtál, és azért vártál az igennel? Hát igen, meghatódtam, igen. Meghatódtál, nem csodálom. Jól van, milyen a gyűrű, fölment az újra? Nem, még. Jövő? Nem? Egyébként a gyűrűt még föl sem húztuk a Priginek az újjára. Most érkezett, eddig vigyázott rá nagyon. De itt van egyébként a gyűrű készítője, személyesen hozta el és vigyázott rá egészen. Mostanáig most történik meg. Hogy remeg? Nem tudja felhúzni az újjára az gyűrű. Annyira remeg a kete. Most melyikre? Jó, gyűrű supira. Jó, megtörtént. Fölment, pont jó. Hogy tetszik? Nagyon szép. Nem tudok semmit mondani, tényleg. Nem jó okos lett most. Mondja, jó. Köszönöm szépen, szeretlek, és adj neki egy hatalmas pulcsit. Jó, köszönöm szépen. Jaj, hogy ölelkeznek olyan édesek. Oh. Jó van. Na örülünk. Ferenc, gyere még ki egy kicsit az osztályon kívülre, és akkor még veled egy mondatot beszélünk. Jó, Brigi, puszilunk, körülünk, sok boldogságot kívánunk nektek. Köszönöm. Ügyes voltál. Ja. És tanítsd meg rendesen a karácsonyi dalt a gyerekek. Igen, hajrá, kitartás. Óvónő, szép foglalkozás. Köszönjük szépen, gyerekek. Ti üzentek valamit, hát mondjuk azt az ifjú vőlegénynek és mennyasszonynak, mondtok nekik valamit? Mondjátok, hogy sok boldogságot. Sok boldogságot. Nem? Sok boldogságot, mond. Ne menj közel hozzájuk, Roli, bajuk nem, lesz. Nem. Gyere, akkor Feri, beszéljük még már. Köszönjük szépen, sziasztok. Gyere, Feri. A gyerekek. Nézd, és nem tudom elszakítani a Brigitől, folyamatosan dumál vele. Na, Feri. Akkor, hogy vagy, megnyugodtál, mesélj? Hát, a szíves, hogy megnyugodtam, igen. Egy kisebb volt a szikla esetlen a lelkemről. De nagyon helyes voltál egyébként, meg ott kicsit ott bele is olvastál a papírba, hogy hallottuk, vagy úgy ránéztél. Nagyon jól csináltad, ügyes vagy. Fejből mondok mindent, tudtam, hogy nem így lesz, úgyhogy... Sőt, hogy spontán fejből mondok mindent, hát ez a... Köszönöm, viszonyban nem volt, de igen. Jól van. Na, nagyon sok boldogságot kívánunk nektek. Köszönöm, ügyes voltál, hős voltál, azért ezt így 1,5-2 millió ember előtt megtenni nem könnyű. Egyébként ember legyen a talpán, aki ezt így levezényli. Úgyhogy hát megérdemlitek, nagyon sok boldogságot kívánunk nektek, és aztán majd valamikor egy szép esküvőt is. Jó? Köszönjük szépen, értesíteni fogunk. Jó, legalább egy e-mailt nekünk, hogy megtörtént. Vigyázzatok magatokra, köszönjük. Köszönjük szépen mi is. Ügyes voltál. Szia Feri, sziasztok. Köszi Roli, sziasztok. Ciao, hello. Na, hálandó rovat. Ez olyan szép. Gyerekek, szóljatok a CS-nek, hívja a sponsort. Kell még 250 darab gyűrű. Gyerekek, ezt jó hallani. Ha megkérték már a kezedet, azért, ha még nem, azért, ha már feleséged, férjed van, kicsit jó nosztalgiázni, nem? Talán ha nem házasodtál, akkor ez tudatosul benned, hogy ne is tedd. Igen, ez egy jó pillanat. Jó pillanat volt. Helyesek voltak nagyon. Mindenki sír. Itt igen. Az SMS falon írják. De igen, megható. Komoly, itt könnyezem az üzlet közepén. Jó, hogy nincs vevő, írja Tamás. Gyerekek, 62 éves vagyok, és ezt a lánykérést férfi létebbre megkönnyeztem. Kicsit bekönnyeztem, nagyok vagytok, skacok, üdv Zoli. Hát nem mi, igazából Ferenc, aki ezt hősiesen levezényelte, igen. És sima gyári munkás senki nem akar elvenni, kérdezi Kata. Hát az óvonő azért, az is egy, úgymond, egy, nem egy marketinges, vagy egy cégvezető, egy úgymond általános foglalkozás, mégis milyen szép. Nagyon megható volt, sírok és alig bírom vezetni a kocsim, gyönyörű lánykérés. Ezt András írja. Így sírunk a férjemmel. Gyerekek, férfiak írnak, hogy megkönnyezték ezt a jelenetet. Igen, vezetés közben könnyezem, írja Norbi. Nagyon megható volt. Egyébként tényleg az. Megrígattatok a betyárját. Ére nekünk egy hallgató. Eddig ez volt a legszebb. Így van, szerintünk is ez volt a legszebb, és egyben az utolsó is. Úgyhogy hát ha valaki most kapott kedvet, az már ne írjon nekünk, mert hogy vége ennek a játéknak. 3 alkalomra szólt, lehet, hogy jövőre
hosszabbítunk. Aztán persze jön ilyen szegény, majd megbánja őszinte részvét. Azért, hogy az ember milyen gyarló tud lenni. Fél tíz múlt pontosan, 6 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, még egy-két SMS. Itt könnyezem a medencében, épp szinkronizás edzésem vagyok, üdv Béla. Nagyon jó. Itt van mellettem a párom, erőteljesen mutogat a rádióra. Jó lenne, ha befejeznétek ezt a lágykérősdit, írja nekünk Ricsi. Félreálltam a busszal, mert sír mindenki. És a legjobb, persze, vezetés közben sír, meg közben még SMS-ezik is, mi? Én meg a Dalai Láma, mi? Kicsit szkeptikus vagy a sztorival. Nagyon jó, igen. Vezetés közben sír, és még SMS-t is sír, így van. Na jól van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Ugye, Feri gyerekei úszni járnak, sőt, mi több kiderült, hogy valamilyen titkos tevékenységet is folytatnak, ezt elmondta. A titkos hobbiuk a gyerekeknek. Igen, felvezetted, hogy miért kell fizetni, ha te elmész szülőként, és nem úszol, 200 forintot, ugye? 220. 220. Nem, mint a nem lenne mindegy, de van az országban 500, 600, meg 1000 forintos is, tehát itt maga a jelenség az, ami érdekes, hogy azért, hogy megnézd a gyerekedet, illetve nyilván egyedül egy 5 éves gyereket még nem engedsz el úszni, de kell menned átöltöztetni, akkor arra te miért kell, hogy fizess? Így van. Aztán mondtad, hogy csinálnak még valamit a gyerekek csak a szerda vagy csütörtök este, mi megpróbáltuk kitalálni. Én már a hírkeresőn rákerestem, hogy 5 éves gyerek hurkatöltő verseny. Igen. Hát, ha nyertes, Rákóczi Csoma. Igen, szóval próbáltuk kitalálni, hogy mit csinálnak a gyerekek, és ugye hát itt a bérlettel voltak problémáid, valamint beszélgettünk a szállodákról, hogy a vendég, akiről nem is tudtuk, hogy ő szállodázott, mi volt? Recepciós. Recepciós. Recepciós volt, és elmondta, hogy bizonyos dolgokat miért engednek, vagy nem engednek a szállodák, vagy mit miért csinálnak. Érdekes dolgokat mondott egyébként. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Mit csinálnak a gyerekeid? Sose fogjátok megtudni. Mit csak csinálnak? Amikor majd beiratjátok a ti gyerekeiteket, és az én gyerekeim fogják őket tanítani. Aha. Ez menő. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Nem olyan, kicsit levágtunk a hétből. Szabika? Kicsit Csabika, egy Szabika. Soha nem ébredtetek úgy fel reggel, hogy de jó lenne ma itt, ha maradni. Tudod, minden amit az reggel. Óvodában meg az iskolában meg lehetett csinálni, és aztán munkahelyen soha. Tudod, hányszor mondja el a gyerekem, hogy apa, egyszer te is bevihetnél óvodába, és tudod, milyen rossz szülőnek érzem magam, hogy azt mondom, hogy nem tudlak. Ugye? Nem jó érzés. Tudod, hányszor kéri, hogy apa, egyszer vigyél be. És megyek érte, és nem tudom, ugye? És nem jó. Tudom, nekem mind a kettő. Mondja, hogy fölhívják a Balást, hogy elkérjenek engem. Mert más, hogy ott akar, azt akarja, hogy együtt ébredjünk. Igen. Mondom, hogy nem ébredünk hát együtt. Kelljen egy kicsit korábban. Jaj, jó, fél ötös. Miért nem csinálunk egy fordított tapot, hogy te bejössz reggelre, én egyszer jövök 10-re? Mi addig nem jövünk a Janival, egyikőtök helyett se. A Csabi jön 10-re, Piros bejön reggelre, és csinálunk egy ilyen fordított. Mindenki oda ül, amit nem csinált még soha. Valaki kívánságműsorozik, van, aki este van. De akkor 6-tól 10-ig legyen kívánságműsor, vagy én csináljam a ti műsorot akart. Nem, tehát, maga a műsorrend az megmarad, csak a műsorvezetők mondjuk december 22-én az utolsó előtti munkanapon változnak egyet. Jöttök, ezt még fél éve nem vettétek volna észre. De mi a bajod velünk? Kezdtek egész jók lenni a fenébe, már ravaszabbnak kellene, ez fél év az, fél évvel ezelőtt az lett, Bali, ez egy jó ötlet, és itt ültök akkor a cumival a szálltokban. A fajod velünk. Ezt most már észreveszitek, egy kicsit ravaszabbnak kell lennem. De nem egy ilyen fordítottam. Én betom minden a gyereket az óvodába, Feri is be tudja. Te bejössz reggelre, Csabi van délelőtt, vagy Piros? Hm? De Csabi a Pirossal. Igen. Na, az se rossz. És akkor ti meg megcsináljátok 10-től 6-ig felváltva. Igen. Na mindegy, nem csak, hogy mi nem tudjuk bevinni, úgyhogy addig örülj, amíg be tudod vinni. Én hoztam neked egy lemezt. Tudom, hogy még nincs karácsony, meg add már oda neki, légy szíves. Hogy felismered az embert, aki rajta van. Pakoltam hát, persze, hogy felismerem, ez a Berecki Zoli. De nem, aha, az van ráírva. Herceg Zoltán. Így hívják. Így hívják? Vagy így hívták régen? Vagy régen hívják. Száguld tovább. És ez egy új lemez, vagy régi? Ez egy régi, ez az első lemeze, és azért hoztam be, mert... Úgyis billeg az íróasztalom, úgyhogy hogy berakom alá. Jó. Azon a néven nem futott be, és úgy lett Berecki? Valószínűleg kiderült, hogy van egy híres divattervező is ezen a néven. Ja. De mi a lényeg, ha kinyitod, és megnézed, hogy kik szerezték a dalokat. De nem érdekel? Vagy most ez miért kínzol ezzel? A Kassa Tibi írta a dalokat, tehát ezért érdemes meghallgatni. Hát akkor még jó is volt. Igen. Mind a kettő. Igen. De nem most úgyis jön az ónos eső időszak, jó lesz jégkaparónak. Vagy ezt ez hol találtad? Vagy figyelj, pakoltam a CD-s pultomat, nem kicsi, és előkerültek ilyen lemezek, és amikor ezt megláttam, akkor rád gondoltam, és ezt tudod miért? Eszembe jut. Kis helyes vagy, hogy behoztad. Herceg Zoltán van a képen egyébként. Muta? G3-val. Figyelj, nekem kéne a tok, mert most repett be egy Testament albumonak a tokja, hogy azt odaadnád, a tövit megtartani. Megállt a szemetek, nem tok.
De tényleg jó egyébként. Na gyere, Anna, hívjuk a naphallgatóját. Jó helyes SMS kaptunk egyébként, Zsül hívja. Abban az óviban jártak a gyerekeim, most Londonban bringázok a munkahelyemre, mert kiköltöztünk, sírva tekertem apaként. Puszilunk Brigi néni, Marciniki szülei. Ugye Brigi volt, akit ma éppen eljegyeztek, ez a helyes SMS. Hatos szám, mondd, hogy vársz még. Most miért hazudjunk? Te elvetted a Laurát feleségül, Csabi? Persze, szerinted ez a gyűrű miért van a kezemen? Díszből? Csak kérdeztem. Mert nem gondoltam, hogy Laurának ennyi esze van, hogy hozzád megy, de most... Na várjátok, itt van. Kellett könyörögnöm. Igen. Szappanos vízzel lejön. Morning show. Az bizony, de ügyesen kivártál. Halló? Itt vagyunk, jó reggelt, hello. Jó reggelt, kívánok. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak. Rizi vagyok. Rizi? Ugye kora reggel mi elmondtuk, hogy ha valaki még bajban van, akkor írjon nekünk SMS-t, hát tudunk segíteni, nincs áram, esetleg nincs villany, nincs fűtés, még nem vett észre a katasztrófavédelem, vagy nem tud róla, olyan kis elhagyott településen van, de esetleg mi szólunk, és tud nekünk SMS-t írni, nagyon fontos SMS-t írtál, azt írtad nekünk, azt mondtátok, szóljunk, ha bajban vagyunk. Nem nyitott ki a kocsma, mert a kocsmáros eltörte a lábát azonos esőben. Nem elég nagy baj, te vagy a naphallgatója. Rizikém, gratulálunk. Köszönöm szépen. Nem számítottál rá, vagy csak így beugrott, hogy írtál SMS-t? Nem, pont, hogy mentem be egy üzletbe, és most kiszólaltam, mert láttam, hogy idegen hívás, gondoltam, hogy ti vagytok. Akkor beugrott, hogy kora reggel írtál SMS-t. Jól van. Igen, van egy szép ajándékcsomagod, és vannak plusz ajándékaid is, hallgass meg majd a reklámban. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy minket hallgass. Ciao. Szia. Hello, ciao. Szellemes volt. Kovács Rizi? Azt nem tudom, hogy Kovács Rizi. Igen. Hát gondolom becenév inkább. Köszi. Csabikám, remek zenék? Egy sorstársadat hozom. Most pár hete jelent meg a hír, hogy Robbie Williamsnek, ugye, akinek most friss gyermeke van, annyira nem alszik, hogy napszemüveg nélkül nem tud létezni. Gyerekek, már hármat vettem nekem, mondod, tudod, mennyire meg vagyok ijedve. De a gyereknek vettem. A gyereknek. És hát nem is annyira friss. Ettől függetlenül, vagy pont ezért, mert rengeteg ideje van, most hoz majd egy új lemezt, az eddig ki nem adott dalaiból, de én most még egy korábbi, vagy egyel ezelőtti slágerét hozom, amit Avicii-vel közösen készített, ha már egyszer szóba hoztátok az előző órában. Ez a The Days. Egy jó kis Avicii. Az. Na jó van, viszont gyerekek. Beléptünk a decemberben. Bebizony, már hétfőn. Hétfőn, ami azt jelenti, hogy most mondjuk ez bármikor megszületik. Születésnap, karácsony, egy nagy. Egy nagy. Kisfiam, jöttél volna márciusban, lenne több ajándék. Egy nagy, nem? Én akartam, hogy most gyere. A legjobb, le van rendezve. Egy nagy. Tök jó, és ha még olyan nevet is választotok, ami itt van karácsony környékén. Ádám. Megvan. Éva. Vagy az kiszúr. Évikém. Apa. 8 éves vagyok, Évi. Ide. A névnapodok kellett egy kicsit. 8 éves vagyok, egy fiú. Kellett egy kicsit spórolni. De nem az jó? Hát egy nagy ajándék, nem? Tehát akkor Beninek is vegyetek már valamit ilyenkor. És hát akkor neki lesz karácsony, de a második gyereknek annak karácsony és szülinap. Hát december 5-én mondjuk megszületik. De most még csak 4 éves, meg tudjátok magyarázni, hogy nem októberben, hanem decemberben van neki is. És akkor úgy egy nagy. Egyébként igen. Na jó van, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok tőle dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt mára a Morning Show. A Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.